Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Télen is nyáron a hajnal hasad, a melóban vagy csak pirítod a hasad. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show! A Klassz FM-en. Mondja, Gyűl! Már azt tudom, persze, nem, még nem, hát még nem jutottam el oda. 6 óra múlt pontosan 10 perce. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello. Na mi van, srácok? Itt a csütörtök, a hét legboldogabb napjának pitvara. Az, most már, hogy süket a főnök, mert Zsűr rácsa föl, van. Annyi baj legyen. Föltekestem maxra a fülesemet, de a Zsűrös még adott egy ilyen 40 decibelt rá. Milyen nap van? Jézus, mi? Nézd meg, vérzik a fülem. Picsi, de az orrod is az a baj. Atya, úristen, na nem tudtuk, hogy miért kell ezt csinálni, érted? Mi az a kávé, mi az a tea, mi az a koffein, mi az a tein? Zsül, itt van velünk, feltekeri a hangerőt, és már mindenki felébred. Olyan volt, mint Jugri meg Hörbi az Emergency House-ból feltekerte a hangerőt. Gyerekek, na a 6 óra múlt 11 perc, szép reggelt kívánom minden drága hallgatónknak, hello Bello, sziasztok! Itt vagyunk már csütörtökön, és ha valaki még arra számított, ugye mindig időjárással kezdünk, hogy majd picit enyhébb lesz az idő, lehet, hogy nappal igen, de most még ugyanúgy -3, -5, úgyhogy hát készüljetek arra, hogy még nincs annyira meleg, szegénykék, akik most indultok éppen, vagy buszmegállóban kell áldogálni. Hétvégére ilyen 13 fokot mondanak, amit kiszámoltam, egy nagyon erős fejszámolás, a gyerekek, ez egy 20 fokos ingadozás. Bizony, ezért lesz hát majd a hétvégén egy nagyon erős fájásod is valószínűleg ebből kifolyólag, mert szerintem nincs élő ember, aki ne reagálna érzékenyen ezekre a változásokra, hogy ilyen 10-15-20 fokok így össze-vissza így ingadoznak egy héten belül, ez egyszerűen nem normális. Ha beleszámolod, hogy tegnap hajnalban -15 volt, tehát egy csomó olyan SMS-t kaptunk, akkor az már majdnem 20-30 fokos ingadozás. Teljesen beteg az időjárás, beteg. Így van. Viszont tavasz lesz hétvégén, úgyhogy végre ki tudjuk mi is vinni a gyerekek, mert hogy mi visszük mindenhova, de a szabad levegőre még nem. Igen. Az én mínuszokban nyálkártyának... Igen, most mondta, hogy nem. Nem. Nyálkártyának annyira nem tesz jó, de most azért ilyen pluszban ma már kivinnék. Hadd edződjön! Kicsit jó az! Fagyjon oda konyha az orrára, régen azt mondták. Azt mondják, hogy 6-7-esen, mit tudom én, 6-7-es koráig ne vitt sehova. Hát szerintem kivinni ki lehet. Vittük. Hát, utaztunk vele, nincs ezzel baj. Ki nem tudtuk, mert ilyen -8-ak meg 5-ök voltak, de most hétvégén már végre sétálhatunk egy nagyot. De azt mondják, hogy az immunrendszer még erősödik, meg megszokja a családi házat, azért nem kell. De most vittet, volt baja? Nem, na, gyerekek, semmi. Hát akkor meg semmi. Persze, még -12 van is csendesebb, nem? Persze, hát ott már semmi nincsen. Kiviszed, nézd be egy nyugodt gyerek, meg se szól. Belefagyott a kiáltás, hogy apa hideg. Ráfagyom, most volt, tudod. Picit megdermed. De ne baj, bízunk abban, hogy azok a baktériumok, amik -12-n elpusztulnak, érted? A melegbe felélednének, de nem fognak feléledni, mert most tegnap előtt megmurdeltak. Megmurdáltak, igen. Ezt nem is értem, hogy mindig a hidegbe jön a vírus, vagy a melegbe. Nem, akkor a melegbe jön. A melegbe jön. Ki. Na, azt mondják, hogy amikor jön ilyen -10 fok, akkor az jó. Elpusztít. Az jó. És akkor nincs influenza. Egyelőre még nem nagyon hallok erről az influenzáról. Hát, ne is halljunk róla egy büdös szót se. Csak ilyenkor már úgy szoktak riogatni, hogy érkezik, meg olcsál, meg minden. Ne jöjjön. Egyél így áll. Ne. Az egyél így áll az jó egyébként. Az egyél így áll, hogy ez eszembe. Mindenre jó. Nem tudom, hogy észrevetted el, mit hozott, mit rítjentett össze. Neked hoztam. Nem tudtam megfejteni, hogy mi az. Az uborkát és a kenyeret láttam, én ránéztem, hogy a torta nem. Ne kalács, kuglof nem. Akkor menjünk be, mert megszólás van, majd félkor kiderítjük. És ebben maradtam. Mert hogy egy kuglof formában készült egyébként az a csoda, amit Ferencük rítjentett, akinek valószínűleg egyébként a halála után vagy az ügyesebbik bal, vagy a még ügyesebbik jobb kezét majd valószínűleg egy ilyen kis urnába, egy ilyen kis üvegfalú urnába fogják belerakni, és mint a szent jobbot fogják körbe vezetni, illetve vinni, és akkor mind mennek fölögmörte, majd ilyen ájtatatos tömegek is arra emlékeznek, hogy úristen, miket csinált ez a fantasztikus ember a fantasztikus jobb, illetve bal kezével. Az enyémet is egyébként a bal kezemet majd valószínűleg be fogják kezdeni, másokból kifolyag. De ugyanaz lesz a felirat, hogy úristen, miket csinált ez az ember ezzel a kezével. Bár leginkább csak magának és kedves családjának szerzett vele örömet. De hogy Feri megint csinált valamit, megint itt megfejtett valamit. Libamáj terén, nem? Megkérem a gasztronómia Szentgyörgyi Albertjét, hogy mondja el nekünk, hogy kacsamáj zsírjában. Nem. Akkor nem fogom kifejteni. Ez a te kedvenced. Csak újra van értelmezve. Aha, elment a fűtés a lakásban, mindenféle dolog beleesett a mosogatóba, és így dermedt meg reggel. Kivettem. Mi az én kedvencem? Megdermedt. Hát mi más lehetne? Na, így van. Még egyet találhat. Eddig ugye csak a kacsák, a libamájak jöttek.
Mi az, ami ebben a téli időszakban a maga a kármentés, aminélkül, maga a aminélkül nem tudtál élni gyermekkorodban, most is csak nehezen. Amiről fantasztikus véleményed van, bár igen sarkos, de többször hangoztattad ebben a műsorban. Ne, én azt hittem, hogy jót fogunk enni, nem? Nagyon jót fogsz enni. Úristen. Ez lesz az üdítő kivétel, mert ugye tényleg jó. Szalonkocsonya. Szalonkocsonya. Nincs benne csont, nincs benne bőr, csak színhús van benne. Fagyott húsleves. Nem fagyott húsleves, nem dermet. Tényleg, hát a húsleves forró jó, gyerekek. Azért, mert egyszer valaki kint hagyta a mínuszban, és kitalálta, hogy ez is lehető, nem kell mindent elhinni. Azt másnapra már megnál nem volt gáz a palacban. Nem tudták újra vele. Kihagyta a húsleves, nem baj, arra hoz be kocsonyát. Hát te jó ez, ha nézd már, jó ez. Aztán így lett a kocsonya. Fagyott gyönyörű húsleves. Színfüstölt húsok vannak benne, képzeld, de olyan, mint egy sonkába harapnál bele. Jó, megkóstolom. És nagyon jól néz ki. Hát, ha ma fogok megbarátkozni a kocsonyával. De gyönyörűen néz ki, úgy néz ki, mint egy ilyen kugló forma. Tehát, csináltam, igen. Ja, az volt tiszta. Hát mert van egy olyan is, tudod, hogy megdermed és kifaragod, csak az nehezebb. Örülj neki, hogy nem Csillag Patrik formájú lett, mert egyébként a gyerek éppen homokozott azzal az elemmel, tehát abban nem tudta tölteni, de nagyon jól néz ki, nagyon mutatós, én nem fogom megkóstolni nyilvánvalóan, ugye táplálkozás jogokból kifolyólag, én megkóstoltam a hagymakrémet. Hagyma, azt érzed. Igen, azt ti fogjátok mondani, hogy bárcsak ne tetted volna, Jani, mert hogy egyébként picit erős lett szerintem. Én nagyon szeretem így, tehát ezt még egyszer hangsúlyozom, hogy én kedvelem. De hát, de nem fogok belőle keveset tenni, mert nem azért van ingyen, hogy keveset tegyek belőle. Tudunk csomagolni. Na, arra gondoltam, hogy ma úgy is jön ugye a mi Gáborunk, tehát egy ilyen elmentes övezet lesz. Tényleg, ennek tuti, hogy már kinyírod. Ennek tuti, hogy ő nagyon fog örülni, hogy kocsonya van ma, meg a te megtörésed. Tehát, hogy annyira... Én nyitott vagyok, ugye? Én tudom, a fagyott húslevest. Én megkóstolom a fagyott húslevest is, megnézzük. Egy falatkát, és utána azt mondod, hogy maradok ennél a véleményemnél, hogy ez egy nyitott húsleves, vagy pedig megváltoztatom azt, és akkor azt fogom mondani, hogy ezentúl azt a szalon kocsonyát szeretni fogom. Gábor, egyébként nem jár jól ezzel a műsorral. Szerintem egy pár év múlva az lesz a végzet, hogy úgy fogják megtalálni, hogy arccal, mint a sejphelyes arcút, arccal egy hegynyi kokszban, a jobb kezében egy kalasnyikóval, a bal kezében egy kötözött csonkával, mögötte pedig az okogó prosti tömegével, vagy én nem tudom. Tehát, hogy ő szerintem totál elromlik ebben a műsorban. De nem, azért nem hagyja ő magát. Nem, fia, nem adja, nem eszik olyanokat, hát, meg nem. Nem adja olcsón a bőrét. De úgy tényleg nem adja meg magát egyébként. Majd, kitart. Figyelj, a múltkor már belekóstolt egyébként a Feri tortájába. Na jó, de hát és az teljesen, neki. De bocsánat, az teljesen az ő ízlésének megfelelően jó, hát ezt készült. Mondtad, aztán ki tudja, hogy mi volt. Jó, cukor volt benne, nem édesítő, ahogy jó, ezt ő tudta, de ette, mint a húzat. Hát. Na. Lehet, hogy itt is két pofára fogja zabálni a kocsonyát. Már azt mondom, biokocsonya és nem hússal van. Na az. Szójából van a csülök benne. Jó kis szója csülök? Ja, biztos finom. Jó az egyébként, gyerekek. Gyerek, nem szedi le valaki ezt a karácsonyfát itt ki? Ez annyira szomorú, hogy nálunk is áll még. Igen? Na persze. De most melyiket mondod, a kintit, vagy a ezt kint, a folyosón, jövök be minden reggel, szembesülök vele, egy ilyen félszomorú, félferde, ilyen levelét elhullajtott, ilyen szomorú, kiszáradt fenyőit áldogál, hát annyira illúzióromboló, hogy ilyenkor már el kéne fogadni, hogy vége, nem? Le kéne szedni. Hát vagy nincs ember, aki leszedje? Figyelj, Anna elkezdte leszedni a dekorációt. De az nem, azért nem minden. Nem mindent, vagy pedig rakja utána föl rögtön húsvétit. Igen, dekorációnak azért ezt ne hívjuk, ami itt van ebben a stúdióban, tehát azért ez messze nem dekoráció. Igen, jó, ezek ilyen kifestők. Ez gyerek kifestő, most azon gondolkodom, hogy melyik kolléga színezte ki vajon a kis csingilingiket. Hát. Mert nézd meg, az rendes ceruzával van kifestve. Gyerekek, a dekoráció nálunk annyi, hogy valaki lefénymásolt egy fekete-fehér fénymásolóval egy gyerek kifestőt, és fölrakott egy fekete-fehér harangot. Fehér harangot fekete masnival, mert nincs színes fénymásolónk. Tehát, hogy azért mindennek van határa. Na minden, nem csak minden reggel szembesülök ezzel, és így látom, és annyira egyre szomorúbb ez a faj, és már leszedésért kiáll, tudod, hogy kisgazdám, dobjál ki. Tehát kegyelmez meg nekem, és már ilyen ferdén áll a csúcsa. Hát igen, már lehet sejteni egyébként, hiszen egy napig égett rajta az izzósor, lehet, hogy arra vár, hogy valaki megcsinálja rajta, és akkor legalább két napig pompázhasson régi fényében. Igen. Nálatok meg van még, hogy elvittem már a most készülünk, most készülünk. Ártalmatlanítani? Ártalmatlanítani, igen. Nekem tök jó, mert úgy tudom leszedni, hogy megfogom a fát, elhúzom az ablakot, és pont ki tudom tenni a teraszra. Aha. Nem kell a házon végig vonszolni, és akkor a terasz lesz csak tűleveles, és ott a kerten keresztül levonszolom a kukához. És ott dobom át a szomszéd kertjébe. Nagyon okos. Mindig átdobni. És akkor ott ő nagyon örül neki. Ő viszont átdobja az enyémet, az ővét hozzám. Tehát, hogy nagyon
De rázd meg a kerítés mellett, és akkor jó lesz mulcsnak a lehulló tűlevél, és akkor csak magát a gerezdeke, vagy a ízét, a csontvázat. Igen. A fishbot kell átdobni. Gyerekek, egy mondatot beszéljünk erről a tegnapi dologról, ez szörnyű. Én belefutottam egy olyan videóba, ami azóta se térek magamhoz, és egyszer nem tudom elképzelni, hogy kerülhetett az internetre. Ez a francia dolog, nyilván mindenki tudja, hogy mi történt. Hát ez valami elképesztő. Tehát, hogy ez olyan test közelben van már, hogy szerkesztőségekbe rohangálnak be gépfegyveres emberek, amire nem is tudom, hogy volt-e valamikor példa, hogy ennyire civilek essenek áldozatul. Hát ennyire közel hozzánk. Ja. És ennyire közel is, ráadásul, meg hogy tényleg ennyire úgymond civilek, akik most nem azt mondom, hogy hétköznapi emberek, mert az újságírók is civilek, de hogy tehát döbbenetes. Azért érdekes a dolog, mert és olyan videók vannak fölött, amiket már leszedtek, de hogy ezek tegnap hogy kerülhettek föl az internetre, hát ez döbbenetes. Ez ugye egy ilyen szarkasztikus lap, ami igen, egy csomó karikatúrát közöl, és akkor hát ők a profétával viccelődtek, vagy gondolták, hogy viccelődnek, és azért érdekes a dolog, hogy ez váltotta ki azt, hogy a fegyveresek bementek, úgy jutottak be, hogy a szerkesztőség egyik tagjával jutottak be egyébként, egy anyuka a kislányával, ők megúszták ezt a dolgot, mert ilyen számzáras volt az ajtó, és ők engedték be. Igen, a terroristák az helyre mentek. Igen, nagyon-nagyon kemény, hogy ez önmagában ez, hogy valaki egy karikatúrát nem egyet többet rajzol, az ezt váltja, hogy bemennek és lelövik, az azért ez kemény. Én mondjuk a karikatúra rajzolást se értem. Tehát ha tudják, hogy ezzel őket provokálják, és ha tudják, hogy bizonyos ábrázolások bármilyen formában provokációt váltanak ki, mert ez a hitük, ez a vallásuk, azt se értem, hogy ez egyébként a mi célt szolgál. Aha. Tehát, hogy ez nekünk itt Európában vicces, de ha valakit ez valahol irritál, akkor nem biztos, hogy ez kell. Tehát én már azzal sértettem, ez egy jó pár évvel ezelőtti ügy, amikor nagyon igen, nagy felháborodás volt, és különböző talán Mohamed karikatúrákat rajzoltak. Így van. Nem teljesen értettem, hogy ha nekünk ez vicces, valami nekünk nem vicces, és nekik vicces. De nekünk, nem csinálják nekünk sem hogy annyira vicces. Igen, tehát ezt én nem értettem, ami nem azt jelenti, hogy ezek az emberek szegények, úristen, bármilyen fokor ezt megérdemelnék, de hogy is nem erről van szó. Csak amikor pár éve láttam ezeket a karikatúrákat, én mondtam, hogy na erre most miért van szükség? Tehát ez nem ad hozzá. Tehát ez csak forrongás, szül, lázongás. Túl ennek nem magas lesz jó labda volt. Túl magas labda. De hogy azért ott Párizs utcáin, ahova azért az ember úgy utazik, ott vagy, mész, egy gépfegyveres emberek rohangálnak, és a tetőről veszik az emberek, és egyszer látsz egy olyan képet, amikor ugye az egyik rendőrt meglövik, az még életben marad és elszalad mellett, azt láttátok azt a videót? Tartja hát fel a kezét. Tartja fel a rendőr a kezét, hogy ne, ugye nyilván mond valamit, hogy ne lő, és a csávó elmegy mellett, és kész. Paf, és vége, és rohannak tovább. Tehát, hogy valami döbbenetes, mire már újra estem, én hülye vagyok, még egyszer meg akartam nézni, hogy miért, nem tudom. Az ember így fél is ettől, de borzongani is akar egy kicsit, és megnézi. Addigra már leszették, hogy tiltott tartalom. És a tetőről ugye onnan videóztak az újságírók, azokat láttátok? Azokat, amikor ugye ott lent rohangálnak, Allah Akbart kiabálnak, közben pedig ugye a tetőről, de hogy van valakinek ilyen, hogy lelki ereje videózni, nekem az se teljesen tiszta. Ugye, hogy behúznád a fejedet. Behúznád a fejedet, csávó, meg ugye folyamatosan a mobiltelefonjával videózott. És hát ez elképesztő. De ők az újság munkatársai voltak, azt hiszem, akik a tetőre menekültek föl, és már amikor ugye mentek ki az elkövetők, akkor gondolták úgy, hogy csinálnak valami felvételt, talán segít mondjuk az elkapásukban, úgyhogy így kerültek föl a netre. De gyorsan. Igen, tehát ez már régen, bőven régen nem arról szól, hogy országok és országok közötti harc olyan értelemben, hogy katonák itt, katonák ott, aztán mindenki, akit küldenek, aki akar menni, az harcol, a civileket meg békéhagyják, tehát ebben most már nyakig benne vagyunk. Mi is, mint civilek. Mint ártatlan civilek, hát most azt, hogy ártatlan vagy nem ártatlan, az imá megközelítés kérdése. A rajzok után nyilván ők úgy gondolják, hogy nem ártatlanok. Minden esetre nagyon szomorú, ami ott történt, szegények. Hát nyilván is gondolja a családjukat meg, szóval ugye döbbenetes. Elsősorban ugye a négy fő karikatúristára mentek, de hát aztán azt hiszem 10 halálos áldozat van. Igen. Hogy még valami gazdasági igazgatót megöltek, meg a két rendőrt. És ide is valaki, hogy sajnálom, ami Franciaországban történt, de milyen sajtószabadság az, ahol éveken át engedték francia lapnak, hogy gúnyolódjon egy világvallás első emberén. És én is ezt mondom, hogy én ezen gondolkoztam tegnap is nagyon sokat, amikor újra eszembe jutottak ezek a karikatúrák, hogy tulajdonképpen tényleg. Szóval, hogy mi a fenének kell őket ingerelni? Így is egy nagyon frusztrált, nagyon ingerelhető, nagyon sok elfolytással rendelkező réteg az, akik erre ugranak, ugye? Mert azt gondolom, hogy nyilván akik az iszlámban hisznek, azok nem ugyanazok azzal, akik lövöldöznek, mert hogy az közben egy békés vallás, bizonyos félreértelmezések adnak arra okot, hogy emberek ezt így értelmezzék, hogy ezt le kell lőni, ha valaki ezt csinál.
De mégis miért van erre szükség? Nem? Hát az SMS írói a sajtószabadságot az összekeveri az önkontrollal nyilván. Tehát, hogy ezt nem törvényileg kell meghatározni, hogy nem viccelődünk világvallás első emberén. De egyébként még azt is lehet. Szerintem lehetne. És a sajtó, én értem a sajtószabadságot, meg értem a liberalizmust, meg értek minden ilyet, hogy persze egy szabad országban tulajdonképpen bármit lehet, de nem azt a világot éljük, ahol szerintem bármit lehet. Ráadásul Franciaország, ugye rengeteg iszlámítő ember van, rengeteg muszlim van, tehát szóval... hogy ott egy picit ez már, mert azt gondolom, hogy a közösség elleni izgatásnak is felfogható. Pont azért, mert olyan embereket gúnyolsz, vagy olyan embereknek a hitét, vallását gúnyolod, akik ott vannak az országban hosszú-hosszú évtizedek óta is nagyon nagy tömegben. Igen. Azt írja valaki, nem is értem a sajtot, hogy ennyi erővel Balázs, akit te nyilvánosan megbántottál, akkor az is bemehet és fegyverrel lövöldözhet. Jézusom, hát a kettőt összehasonlítani, hogy egy világvallás első emberét kigúnyolni és ilyen színben feltüntetni, meg én most nem tudom, azt mondtam a Galambos Lajosra vagy a Bereckére, vagy nem tudom, úristen, hát ha te ebbe párhuzamot látsz, akkor veled van a baj egyébként, és ez nem is olyan kell magyarázni, mert a kettő szerintem bőven nem ugyanaz, hogy világvallás vezető. Hogy jön a kettő? Igen, karikatúrákkal, világszinten egyébként közröhely tárgyává tenni. És egyébként egy magyar rádióban, tehát nem is értem a párhuzamot, sajnálom, hogy szűklátókörű az, aki bennünket hallgat. Szóval, hogy szörnyű, ami történt, de nem teljesen értem. Nem teljesen értem. Elképesztő készültség van, láttátok tegnap? Az M1-et néztem, hogy nem profi összeállítást adtak egyébként. Már az egyik emberük kim volt a reptéren, már találtak családtagokat, már találtak egy utcával arrébb található magyarokat. Pont belefutottam egy M1 híradóba, nem nagyon nézem, de olyan félórás kis műsort nyomtak erről, nagyon profi összeállítás volt. Ez már felkészülés, hogy az M1 átvált hírcsatornává. Hogy az M1 hírcsatornát, és a Duna lesz ugye a fő. Gyakorlás volt, sajnálatos esemény, ami miatt történt. Igen, de nagyon-nagyon-nagyon flottul, olyan fél órás bejelentkező, ezt kapcsolták, azt kapcsolták, reptér, magyar bejelentkező családtag, nagyon ott ültem, föl se tudtam állni, kíváncsi voltam, hogy te mit csinálnál most párizsiként, hogy ugye arra gondolsz, hogy ez megtörtént ez az eset? Semmi. Ennek szól csak ennek az egynek, vagy elindult valami? Mert ugye azt írják az újságok is, a beszámolók is, hogy egy csomóan nem mernek lemenni a metróba, hát ha van folytatása. Na ezt csinálhatnánk idézőjelben, hogy félhetnénk semmi más, mert hogy ezek az emberek gyakorlatilag hát semmi más nem tudnak csinálni, csak tudomásul veszik ezt a helyzetet, és megpróbálnak vele együtt élni, mint ahogy egyébként a világ több nagyvárosában is azért vannak olyan pontok, ahol évtizedek óta együtt élnek a terrorral, és más nem tudnak csinálni, mert vagy elmész, vagy megszokott magad, vagy megszöktek mondani. Abszolút így van, ez három nap, és minden ugyanúgy megy tovább. Nem tudsz tényleg mit csinálni. Élni élned kell, metróznod kell, tehát, hogy leraknak oda egy csomó virágot, megemlékeznek, nem és pontosan nem két hét múlva. Egy másik város, vagy másik ország, vagy másik bolygóra. Ez így történik velünk. Sajnos ezek az események megmutatták azt, hogy gyakorlatilag bárhol, bármikor megtörténhetnek ezek a dolgok ma már. És teljesen mindegy. Igen, számomra pont ez a legdermesztőbb, hogy tényleg nem arról van szó most már azért hosszú ideje, hogy emberek valahol tényleg maszkban harcolnak NATO katonák, amerikai katonák, vagy éppen francia katonák ellen, hanem egyszerűen annyira test közelben van, hogy bármikor, bárhol. Tehát ott lehetsz te, mint turista, ez megtörtént a te országodon, megtörtént a te családtagoddal, felszállhatsz lassan, tulajdonképpen ott tartunk, hogy Magyarországon is egy metróra, Londonban egy metróra, Franciaországban egy buszra, és bárhol. Tehát nem is kell már, nem tudom, Közel-Keletre menni, vagy bárhova. Nem? Szíriába, akárhova. Ahol mondjuk ezek a dolgok történnek, Közel-Kelet, teljesen mindegy. Hanem itt, Európában. És ez a lényege. És ettől kell félni valójában, mert ők is ezt akarják. Hogy te is érezd a bőrödön, hogy ez már rólad is szól, és test közelben van maga a terrorizmus. Nagyon kemény. És azért más egy kicsit most ez az eset, mert ugye azt mondják, akik hallották őket, hogy ők franciák voltak. Igen. Valószínűleg, tehát, hogy igen. Így van, hogy valószínűleg francia állampolgár, aki lehet, hogy már ott is született, tehát bevándorló hát, vagy algériai francia. Igen, tehát hogy nagyon jól beszélt a nyelvet, hogy valószínűleg oda valósiak lehettek, tehát hogy egy ilyen belső dolog indult el, és az sokkal veszélyesebb ugye megtalálni, mert ha beutazik valaki az országodba, azt tudod követni, vagy legalábbis bejön, akkor így ránézel útlevél, akármicsoda, de hogy ez egy ott lakó ember volt, vagy ott lakó emberek voltak. Nem könnyű az csak eset. Lehet, hogy a gyökereiket tekintve volt az afrikai. Igen. Igen, és hát azért az az érdekes, hogy igen, szóval, hogy szegény iszlám hitűek közben, nem? Akik meg teljesen ártatlanul hisznek egy vallásban, hogy ez mit árt nekik, és mit árt mindenkinek, aki egyébként
hisz az iszlámban, és azért, mert valaki az iszlámra hivatkozva válik terroristává, az egész világ megbélyegzi őket közben. Pedig ugye nem erről van szó, de hát az emberek fejekben ezt már annyira összemossák, hogy ha iszlám vagy, na Jézusom, tudod, hát tulajdonképpen meglátsz valahol egy reptéren egy iszlám hívő sötét, nem tudom, szakállas embert félni kezdesz. Micsoda baromság egyébként, ugye? Hát egy békés vallás, csak vannak bizonyos fanatikus csoportok, akik félreértelmezik bizonyos dolgokat a vallásban, és az iszlámra hivatkozva gyilkolnak. Közben nem erről van szó. A szélsőségesek a legtöbb esetben mindig egy nagyon szűk réteget képviselnek, csak az, amit csinálnak, az ugye sokkal feltűnőbb, sokkal húsba vágóbb. Igen. Na, ha minden igaz, akkor 9 óra után most már van adás, mert nem tudom mondani, hogy azt hiszem 9 óra utára szerveztük, így van. Nógrádi Györgyöt hívjuk, ami biztonságpolitikai szakértőnket, hogy többet megtudjunk az ügy hátteréről, konkrétan a tegnapi eseményekről is, de nagyon jó kis összefüggésekre világít rá, amit mi lehet, hogy nem is tudunk, nem is veszünk észre, hogy ez a dolog miről szólt, kinek volt üzenet, úgyhogy 9 óra után ezzel a témával is foglalkozunk majd. Na, hogy állunk játékkal? 2-1. 2-1. Igen, mindenféleképpen, mert 3-at játszottunk. De tegnap volt ez a kritikus játék. Igen. Igen. Igen, az érdekes döntések halmaza volt, de végül is és a szerintem korrektek volt. Meg 2-vel. Most már szembe jutott, mert ugye az első nap én játszottam, akkor az elment, az egy perc, kihúztuk, de a hallgató élet, a második nap te játszottál, nyertél, és tegnap Janinak volt a véleményes játék, a 50. másodpercben igen, Jani igen. mondott egy igen. nemet. Aztán volt egy kis mondat, de megadtuk. Egy mentő nemet. Egy, mert hogy csak legyen már vége típusú nem volt, úgyhogy most 2-1 a hallgatóknak. Igen, igen, jól van. Na, nézzük meg akkor, hogy ki az, aki játszana velünk, jó, lehet jelentkezni játékra. Egészen nyugodtan, ha valaki játszana, írjon nekünk SMS-t, mi meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk a hírek után. 9 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, hello. Jó ez a dal. Ezt mindig megegyezzük. Hát, hogy... ez még jó időszak, jó rokkos, rettenet, 2-4 a dobon, jó zsígitár, szeretem. Jó kis Robi dal, így van. Na, nézzük a közlekedési híreket, mi a helyzet az utakon. Gyalogos gázolás történik Kiskunma és a után Soltatkert felé, ezt Gofri küldte nekünk, valamint baleset és útzár a 4-es számú főúton a Karcag nyugati lehajtójának közelében. 3 autó, 1 kamion ütközött. Nagyon komoly baleset, ezt Peti küldte nekünk. És van egy 4-es koca Kerepesi úton Pest felé az Őrs előtt. Ez Sala vagy Sála, nem tudom, ékezet nélkül kaptuk az SMS-t. Igen. Ezek jöttek. 2-1-re vezettek a hallgatóink, és megnézzük már is, hogy... Jaj, már játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Aha. Akkor fuss neki. Felkészülted? Milyenek a kérdések, Jani? Most ugye ezt kell kérdezni. Felkészültél? Viszonylag nehéz kérdésről állítottam össze. Beszorult az egér. Na, játszunk már is valakivel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Hello, ki vagy, szia! Adrián vagyok, Zalaegerszegről. Adrián, hello Adrián, Zalaegerszegről. Mit csinálsz, dolgozol már, otthon vagy még? Hát dolgozok, igen. Mit? Mit csinálsz? Hát egy összeszerelő cégnél vagy jelenleg, de ahogy Zannának is említettem, hamarosan elmegyek innen, és nem tudlak titeket hallgatni, és ezért is szerettem volna játszani veletek. De hova mész, ahol nem tudsz miket hallgatni? Hát egy szupermarketben megyek dolgozni, úgyhogy ott nincs a lehetőség. Hát ott nem. Nem engedik, hogy az ember füles tegyen be, és akkor online hallgasson minket, igen. Hát igen, azért is el is vagyok keseredve egy kicsit, úgyhogy... De jobb lesz a munkád? Több pénzt keresel, jobb a beosztás? Hát igen, már most jelenleg ilyen alkalmi munkavállaló vagyok. Na, hát akkor ez vigasztaló. Tudod, mi szomorúak leszünk minden reggel miatt, hogy nem vagy velünk. Ott mikor indul a meló? Hánykor? Hát itt, ahol most dolgozok, itt... Nem, majd ott. Hát ott ugye változott reggel, 6-7-kor nyit majd az üzlet, és akkor... Hát akkor nem, akkor ez tényleg ugrott, igen. De legalább a vasárnapot szabad lesz. Hát igazából ugye úgy van, hogy hétköznap is lesznek pihenő napjaim, akkor gondolom majd tudlak titeket hallgatni, meg hogyha délutánra megyek dolgozni, akkor is. Na, úgyhogy... hát akkor van, akkor azért nem hagysz el minket végleg. Nem, végleg nem, meg hát meg fogok titeket hallgatni majd felvételről, úgyhogy... Azt is lehet, persze, morningshow.hu-n vissza tudsz mindent hallgatni. Így van, így van. Nem olyan, mint élőben, de délután. De nem rossz. Délután ahogy nézem egyébként az oldalakat, a megfelelő oldalakat, még mindig mi vezetünk. Így van.
rádiós letöltések tekintetében. Igen, sokan hallgatnak titeket itt a cégnél is. Tényleg? Úgyhogy igen, nagyon szeretünk titeket. Gályesek vagytok. Jól van, kivel szeretnél játszani? Hát veled, Balázs. Adrián, igen, így döntöttél? Igen. Semmiféle könyörületességre ne számítsál, hogy elmondtad ezt a nagyon szívszorító kis 3 perces beszédet, hogy utolsó játék, elhagysz minket, és hát ha így most, tudod, nálam ez nem hat. Persze ennek elégre nyomorultul játszom. Én azt mondom, hogy az első SMS-em hozzátok igazából. Na. Mert egyszer már próbálkoztam, és akkor a telefonom azt írta ki, hogy nem tudja elküldeni az üzenetet, és tegnap este is gondolkoztam, hát megpróbálom még egyszer, és valamiért elküldte az üzenetet, fogalmam sincs, pedig azt gondoltam, hogy nem fogja elküldeni, azt gondoltam, hogy le vannak tiltve ezek az MLD-os SMS-ek, és meg is hát, elküldtem. De mi nem vagyunk emeltek. Nem. Nem, sima 70-esek vagyunk egyébként. Akkor nem tudom, hogy múltkor miért nem küldte el az SMS-t. Jó, mindegy, és már még felkészülve a játékra, tudta a telefonod. Lehet. Most már igen. Istenem, bocsánat, csak itt közben nézzük az egyik kereskedelmi csatornát, és az egyik műsorvezetőn egy átlátszóink van, vagy nagyon hideg van a stúdióban, de Zsuzsinak nagyon hideg van, gyerekek. Szóljatok a tévéket, hogy fűtsenek be, mert Zsuzsi fázik. Ne, csak mondom, hogy így nem lehet maratont futni. Tehát, hogy azért ott lekopik a vége. Bizonyám. Le kell ragasztani. Tudod, vannak azok a női reakciók, Adrián, amikor ha egy nő fázik, akkor látszik a pulóvere alatt is, hogy fázik, Zsuzsi fázik. A bokában nagyon úgy látom. Most nem tudom, hogy miért pont a stúdiónak a fűtésén spórolnak. Igazából a mai nők nem nagyon szeretnek melltartót hordani. Semmi baj ezzel. Isten tartsa meg jó szokásukat, hogy nem hordanak melltartót. Olyan szép az, amikor csak úgy sejtett valamit, de nem tudod, hogy ott van, de mégiscsak az jól tud kinézni. Mehetünk? Igen. Na, akkor, Jani. 3, 2, 1, fire! Hát, na, hello, Balázs. Hello, Bello. Gratulálok a kisfiathoz. Aranyos vagy, köszönöm. Hallottad, hogy megszületett? Persze. És Noelnek hívják, ugye? Így van, jól mondod. Nagyon jól informált vagy. Neked van gyereked? Ő nincsen. Szervezel majd, vagy szeretnél? Igen, szeretnék. Ott a vége, köszönjük szépen. Igen, szeretnék. Sajnos nincs meg a búcsú ajándék. Nincs, pedig jól indult, azt hittem egy nagyobb csata lesz, mert olyan ügyesen kerültél ki azonnal 2-3 csapdát, hogy mondom, húha, ügyes a lány, te figyelj oda, Balázs, figyelj oda, kapj össze magad, ki fog nyílni, vigyázz. Igen. Nem baj, a lényeg, hogy játszhattam veletek és beszélgethettem egy picit. Ez a lényeg, mert hogy jó kedved van, meg hogy jobb munkád lesz, és hogy tudsz minket hallgatni délután, ez csupa pozitívum, úgyhogy gondolj erre. Így van, igen. Adrián, mi is örültünk, sok sikert az új munkahelyedem. Köszi nektek is, sziasztok. Köszi, vigyázz magadra. Hello, bello, ciao. Gyerekek! A sírból rántotta vissza. Hát azért. A mindenség itt neki. 2-2. Jövünk vissza. Na, nem fogott meg a kocsonya. Nem, gyerekek, a hideg húsleves része egészen jó. Tehát, hogy ehető ez a fagyott húsleves. Miért hozok ilyet? Sok hús van benne, az egészen jó, kevés aszpik, kevés fagyott húsleves. Ez így egy jó kombó. Na, látok, hát mégiscsak ehető. Jó van, újabb átok tört meg, Balázs és a húsleves. Igen. Csak egy kérdés, hogy az új évet én honnan indítom, csak hogy tudjam, mert szeretik valamikor kilovagolni. Tehát legelőről? Hát öcsegödör szemét dom, maradok a szavánál. A legelőn, de hogy vagy, csak hogy honnan megyek? Hát ahol voltál tavaly? Várjál, mondom neked, a Szamár mellett álltál. Szamár mellett álltam. Akkor legyek most ott a Szamár mellett. Jó, innen ott állsz mellette. Ott állsz mellette. És december 22-től készen. Nem, nyergelésre készen. Ugrás az időbe, 2015. december 22. Hol vagyok? A pöcegödörbe, Bali. Igen, ott megy nyaki. Megint nem ott ázol. 2 perc van pontosan, 7 óra, jövünk újra a legfrissebb hírekkel, aztán jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en.
7 óra múlt pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri! Hello! Bello! Drága hallgatók, itt vagyunk. És kezdjük a csütörtök reggelt. Már túl vagyunk egy játékon, ugye 2-2, tehát egy véres küzdelem zajlik. Holnap van a döntő, és holnap eldöntjük, hogy kinyeri az első hetet, ami legalább annyira fontos, mint az utolsó hét. Nem akarok erről beszélni, erről a hétről, mert nagyon csúnyán magasztalni kéne téged, és azt mi nem szeretjük a Janival. Tehát tudod, ha meg kell téged szurkálni, meg kell kóstolni, kicsit megdobálni bármivel, abba benne vagyunk, de a két győzelmüket basszus, azt te hoztad. Gyerekek, ez egy új hét, új Balázs, új év. Én sokat voltam a Pöcegödörben a múlt éve, voltam az istálló mellett, eldöntöttem, hogy két hét alatt kilovagolok. Úgyhogy az még azért nincs meg. Nincs meg, még a szabály mellett áldogálok egyelőre, de eldöntöttem. Eldöntöttem, hogy ez egy másik év lesz. Elfelejtjük azt a cudar 2014-et, ahol megalázások sora ért bennünket azzal, hogy folyamatosan kikaptam. Most felszívtam magam. Koncentrálok, gyakoroltam, mindig legyőztem a 4 éves gyerekemet, és úgyhogy abszolút. Apa már megint nem akarok játszani. Viszont amikor kikapott, akkor egy hét szobafogságot kapott egyből, úgyhogy nagyon készültem. Nagyon készültem, mint az elmúlt. Bocs, csak kávét csináltam, hallom, miről van megint szó. Ne nyalogass már körbe a Lucky pont Loser. Pont ezt mondtam, hogy nem szeretem én ezt mondani. Érted. De a mesztelen tények. Azok 4 játékból 2-t ő hozott. Ennyi ez gyerekek. Van. Itt szórakozgattok, itt jópofáskodtok, érted? Én meghozom a kötelező győzelmeket. Így van. Akkor holnap is ő játszik. A tenisz szeretők, értők körül ismerik a Lucky Loser kifejezést, Balázs. Ezek közé tartozik. Hát ez van. Most összejött neki, de aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Lehet, hogy visszatáncolásunk a néhoz. De legyen az, hogy holnap is ő játszik, a holnap is megcsinálja. Ugye? Akkor ez már több, mint szerencse. Uh-huh. Izgalmasá tesszük, gyerekek, izgalmasá tesszük. Na, nézzük a közlekedési híreket, hogy ugye mi történik az utakon, mit írnak nekünk a mi hallgatóink. Azt mondja, hogy na várjatok, gyerekek, hát ne siessetek, jaj, ti kis rakoncátlanok, hova rohantok? 3-as kocka Kerepesi úton az Őrs előtt a Népstadion felé, ez Bernadett küldte nekünk, a Miskolci lehajtó előtt egy autó keresztbe az úton, a Budapest irányába az M3-ason, ezt Enikő küldte, aztán Madár Csicsergő, szép jó reggelt. M7-es Székesfehérvártól Budapestig jól járható Kiru küldte ezt nekünk. A 10-es út az elmúlt másfél évben nem volt ennyire jól járható, dugó van, de nem vészes. Szép reggelt, Brian. Na, ez minek köszönhető? Mi van? Szerintem továbbra is ugyanaz, amiről beszéltünk már, hogy a hét még nem indult be. Igen. Csönd, nyugi, tegnap is a városban. Áthallottam én is a városon 10 után sportolni, és gyerekek, rendcsend, fegyelem. Tenisz. Muszáj. Ki kaptál? Nem, edző volt, edzőbáva volt. És megverted. Nagyon elkalapált. Csúnya lenne, ha már az edzőt legyőzném, az neki lenne csúnya, nem nekem. A nem jó edző az. Este 10 után. Tájékozódási futóverseny sötétbe. Geocachingeltem egyet a Török Bálint környéken. Elregyettem magamnak egy ládát, amit megtaláltam. Baleset és utcára 4-es számú főúton, a Karcag nyugati lehajtójának közelében, valamint 4-es kocka Kerepesi úton Pest felé, az Őrs előtt ezt Sala küldte nekünk. Köszönjük szépen. Gyerekek, olyan jó ébresztő programot találtam magamnak, nem hiszitek el? Na! Ez egy magyar fejlesztés, és óriási az ötlet. És leszoktat a szundizásról, mert hogy én szundizom. Ki szundizik még? Te nem szundizol? Én nem, megszólalt fölkelsz. Én megvetlek benneteket szundisokat, mert akkor állítsd be, tehát beállítod, ezt nem értem, beállítod 4:30-ra az órát, csörög egyet, majd tudod, hogy még van időd, kinyomod, 10 perc szundi, 4:40, megint kinyomod, akkor ne. Miért nem 4:50-re áll? Nekem most a telefonom kijelzi, hogy mennyi van a következő szundiig. Tehát már azt tudja, hogy mit tudom, 6 perc múlva újra szundiztat. Kinyomod 8 perc a következő szundiig. És mivel én 2-t állítok be, mit tudom, 3:45-5 meg 4:50, így egyszerre 2 szundi időpontot jelez. A szundi-szundiának. A szundia. Na, most van egy új applikáció, igen? Ez egyébként egy magyar fejlesztés, én nem tudtam. A Noel 1.0? Gyerekek, fogyok egyébként, erősen fogyok. Nem akarok panaszkodni, de 2-3 óra alvások vannak mögöttem. De egyelőre erről még direkt nem beszélek a hangulatomon, de előbb-utóbb úgyis látni fogjátok. Megy a szakkörészak azért erősen. Nem, Snoopy a neve, és az a lényege ennek az applikációnak, Zseni volt, aki kitalálta, hogy ha te szundisztatod saját magad, akkor fizetned kell. Nagyon nagy. Tehát folyamatos szundisztatás után tőled elkezd levonni, megadod az adataidat, és az a lényeg, hogy minél többet szundisztatsz, annál többet von le a kártyádról, vagyis érdeket felkelni,
ha te szundizol, a program levon. Ez magyar nekik fizetsz? Igen. Persze. Hát ez óriási. Megadod a bankkártya adataidat, és veszi el. És veszi el, vagyis arra jössz rá, és én ezt le fogom tölteni már csak azért is, hogy tényleg nagyon nehezen kelek föl, és rettenetesen szenvedek, hogy a Viki már lögdös ki, hogy mennyi el fogsz késni, tudom, hogy nem aludtál, de indulj el, ne késs el, utálsz késni. Tehát állunk egy nagy harc, menj. Tényleg nem szeretek elkésni, hogy keljek föl, és ez a program levon tőled, ha te nem akarsz fölkelni, egy bizonyos időintervallum után. És 5 perc, szundi 500 forint. És be tudod állítani, igen, hogy milyen paraméterek alapján, hány perc után. Ez milyen okos. Szól neked, hogy mennyit van. Igen, ez szenzációs, egy magyar fejlesztés. A lustikból élnek. Lustizol? Nem kezd fel. Igen, zseniális. Zseniális ötlet. Fizes. Ingyenes az alkalmazás, mert az igazán pofátlan az lenne, hogy egy euróba kerül letölteni, és még utána fogja a nem is ingyenes, hát van az 99 eurócent talán, vagy nem tudom. Egy euró, ja. Ingyenes? Ingyenes. Ingyenes, ingyenes. Én nem töltöttem le, csak láttam. Egyébként Snoopy, nézd meg, na, App Store-ban. Már nem írja ki, hogy mennyibe kerül egyébként egy program, csak azt írja ki, hogy get. Azt nem értem, hogy miért. Igen, ott láttad, hogy 0,99 vagy 3,5, most csak azt, hogy akarod, azt nem tudom. Az összegről tudunk valamit? Hogy milyen összegeket von le? 20 euró. Tudod ilyen egy-egy. Egy perc 20 euró. Ja, én nem tudom, nekem olyan szenvedés ez a koránkelés, de maga csak a felkelés, és azt nem értem, hogy miért nem tudom megugrani, mert ha már haladok a fürdőszobába, ott már fent vagyok, tudom, jön a reggel, jó kedvem van, jövök be, tudom, hogy találkozunk, bitagjó műsort csinálunk, megöleljük egymást, és jó ide jó lesz, csak maga, amíg felkelsz, és elindulsz az ágyból, az a nehéz, utána már megy, nem? Az. Én most például a hét elején, hogy újra kellett kezdenünk ugye a melót, és hogy bejöttünk és az első műsort csináltuk, én az elején nagyon nem találtam a régi ritmust. Tehát, hogy ugyanúgy be volt állítva az óra, nem, én nem szundizok, tehát, hogy én direkt 5 perccel korábbra állítom az órát, és akkor fel is kelek, de valahogy tudod, minden fel, nem volt meg egyszerűen a tempó. Rossz helyre nyúltam, rossz irányba mentem, nem tudtam megfogni időben, nem tudtam meginni előre, nem tudtam kikészíteni, a zuhanyzás tovább ment, tartott, pedig hát ugye nálam az korábban se tartott sokáig. Igen, de hogy nem ment, egyszerűen nem ment a dolog, és ugyanazok a tevékenységek, amik mondjuk, mit tudom én, november közepén, mondjuk mentek 5 perc alatt, most 7 és fél alatt. De az, hogy összekeverted a helységet, és rossz helyre ment, ez mind, hogy bekumandottál a spájzba. Ja. Hol a papír, nézd Istenem, már. Ilyen magas volt ez tegnap. Nézd már, bodzaszörp, szódabikarbóna, pudingpor. Ja? És a spájzba vagyok. Szóval ez egyébként jó, tehát aki olyan hülye, mint én, és tényleg nem képes felkelni, és még ellop egy kicsi időt, és ahelyett, hogy korábban felkelne, és normálisan beérne a munkahelyre, így az egész reggel egy káosz, és sietni kell az utakon, tehát hogyha te bénázol, akkor igenis, ösztökéld magad arra, hogy te felkelsz, és bosszantson az, hogy valaki otthon alszik 10-ig, felkel, beül a Maseratiába, és abból lett boldog, és abból lett gazdag, hogy te hülye vagy, és nem akarsz felkelni. Én már csak ezért is felkelnék, irítségből. Rohadjatok, mert tőle nem kaptuk egy fillért, csak ezért kelek fel. Én most ezt le fogom tölteni, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire. Mennyit von le, miket lehet beállítani, és hogy mennyivel kelek föl előbb. Emiatt. Megnézted? Zseniális ötlet, ingyenes az alkalmazás, és ugye nem, tehát hogy nem tudom, hogy ejteni, hogy kell, de egy óval van írva. Tehát mert a Snoopy-t én ugye rögtön a régi, a kis figurára emlékeztek, ugye az két ósó, tehát egy óval kell írni, de ingyenes az alkalmazás, és utána pedig akkor hussa lóvé, azt még nem tudom, hogy mennyi. De hát ezt neked az a kell, baj, én kellek rendesen. Az a baj szerintem, igen, hogy ha te szundis vagy, akkor mindegy, mi? Akkor szerintem nem tudsz megváltozni. Tehát nincs az erő, ami... Tehát tényleg van a kelők, a szundisok, nem szundisok. Nem? Ennyi. Ennyi. A hirtelen felkelők tapsol egyet, belecsap a levegő, és azt mondja, egy újabb csodás reggel induljunk, mint Feri. Hát ezt ugye? Nem mondom. És az elesik, mert nem vette fel a szemüvegét. Ha igen. Se. Pereszeli rohadt nagyot összebe. Vagy én, te nem, ugye, mert te is a hirtelen kelő vagy, és a szundisok, akik meglopják saját magukat. Akik tulajdonképpen saját az magadat az, lopod meg. Magad, igen. De be is csapott. De olyan jó. Igen? Olyan jó. Amikor ránézel a telefonon, és azt látod, hogy 4 óra 42, aha, és elhatározhat, hogy 4 óra 44-kor fölkelsz. Minek? És, mi az a két és azt mondod, hogy Istenem, még van köszönöm. 2 percem, megfogod a kis párnádat, magadhoz öreled. Igen. És azt nézed, hogy van 2 perc, lecsukod a szemed, és a következő pillanatban még 6 perc eldel, tudod? És pánikszerűen. De alszol vissza pont. Hogyne? Ugye ebben a 2 percben szépen a kis párnáddal, és abban a pillanatban megint elkezd csöngeni a telefonod. De akkor minek? Így tehát, van. Nem pihensz. Meg minek a szundi, ha van feleséged?
Majd ők téged őket? Érted, 2 percenként. Nem, érted. És oda is te jelsz. Bizonyám. Jó, de hát a Viki nem jön be, akkor ő békésen alszik. Tehát, hogy ő néha így lök egyet, de hogy ő azért azon annyira nem stresszel, hogy én elkésem. Tehát, hogy induljál, aztán alszik tovább. Úgyhogy, na érdek, próbáljuk ki. Azt mondtad, hogy a fürdőszobában neked már jó, ugye? Ott mindig nagyon jó fej. Akkor aludj mindig. Tudod, hát 2 gyerekkel már lopott idő a fürdőszobában. Az már ott, de mi az, hogy 2 percet kapok nekem, az már nagyon jó. Mire reggel odáig kiérsz, ott már neked jó szokott lenni. Aztán ott már elindul a nap. De nem, ha felkelsz, ott már tényleg mindenki beindult. A lábad kitétele, a hideg megérzése, a felülés, a kinyitás és az elindulás. Ezek a nehéz folyamatok. Utána már mész. Tehát utána mész, ruha öltözöl. Megint egy késési faktor, ugye, hogy nem talál ki a gőzből. Múltkor gondoltam rád, kézede, hogy úgy zuhanyoztam, hogy az hagyja, hogy a fürdőszobában gőz volt. Tehát bementem egy ilyen bruttó 22 percre kicsit így áztatni magam, de kijöttem, és a hálószobánk melletti ablakon nem lehetett kilátni, olyan gőz volt a fürdőszoba szinten, mert olyan külön szintek vannak, van a fürdőszoba szinte, a WC szinte. Igen, de ott van 5 fürdőszoba nyilván. És még van egy szint, amire nem találtatok ki, hogy mire lesz majd jó, de azért van. Igen, és eszembe jutott, hogy úristen, ha te ezt látnád. Ha te ezt látnád, hogy én úgy zuhanyzom, hogy az egész házban nem látsz ki az ablakokat. Mentél kifelé, és összefutottál egy oszlásban lévő kalózzal, aki azokat kerest, akik kirabolták a hajójára. Tényleg egyébként. Mint a Kő című filmben. Na mindegy, gyerekek, hát nem tudom, hogy ez segíteni fog-e, minden esetre jó. Na, egy érdekes videót láttam az interneten, nagyon helyes, és szerintem hallgatóink is hozzá tudnak szólni, mert hogy van egy pali, aki úgy húzta ki a gyerekének a fogát, hogy rákötött egy madzagot a fogára. Én nagyon várom a Beninél ezt az időszakot, mert az összes ilyen módszert le akarom tesztelni. Fogott egy golflabdát, azt rákötötte a zsinór másik oldalára, letette a golflabdát a földre, fogott egy golfütőt, a gyereknek a madzag volt a szájában, rettenetesen fél egyébként, láthatod, hogy a pali jobban élvezi, mint a gyerek, leteszi a golflabdát a földre, fogja a golfütőjét, és egy rohadt nagyot beleüt a golflabdába, és a gyereknek a madzag kitépi a fogát. Ez vagány. Ez vagány. Szóval egyéni minden esetre. Uh-huh. Igen, egyéni, de maga az ötlet szenzációs. És mennyivel emberségesebb, mint hogyha ugyanezt az ütővel csinálta volna. Igen, mennyire jó szülő. Papa nagyon izgul, papa nagyon izgatott, és látszik, hogy neki azért ez sokkal jobban tetszik. És egyszerűen kiüti a gyerek fogát. Azt szerintem nincs ember, aki ki tudja húzni a gyerek fogát. Figyelj, azt a cirkuszt, ami van nálunk, Panyesz most a fogváltó, elérkezett oda, csak az, hogy így kézzel megfog neki. Tehát, hogy csak mutasd meg kicsi. Fáj. Nem fáj. Hát nincs is benne, már ugye nincs ideg a tejfogban. Jó, hát ez magyarázhatod. Nyilván nem tudja, micsoda érv. Tehát az, hogy képzeld, hogy nyisd ki a szádat, drágám, rákötöm a madzagot a fogadra, majd azt rárakom az ajtókilincsre. Emberek, húzott ki ajtókilincse valaki gyerek fogat? Most jelentkezze. Nem. Szerintem nincs ilyen. Tudod, és akkor gyorsan nyisd ki az ajtót. De van ilyen. Hát rátolod az ajtót. De nem tudod rákötni a gyerek fogára a madzagot, hát majd meglátod, hogy mondd azt a Beninek, Beni, tartsd így a ízit szára. Nem, az a baj, hogy lép egyet, ahogy nyitod az ajtót, utána lép. És onnantól kezdve gyakorlatilag nincsen meg. Tehát a gyereket is rögzíteni kell ahhoz, hogy ez a módszer működjön, mert hogy érzi egy picit a fájdalmat, rögtön lép utána, és onnantól kezdve nem működik. Hát ugye annak ez egésznek az a lényege, hogy egy hirtelen rántással, ha a gyerek fix, meg a fog is fix, akkor valószínűleg fix. Igen, nem a gyerek fog megindulni, hanem a fog. Ebből a szempontból ez a golflabdás sztori, ez mondjuk jó, mert azután nem tud utána menni. De nézzek, rá van kötve a madzag. Tehát ott áll apuka. Vedd le a reklámot. A ház előtt egyébként, és leteszi a golflabdát a földre, a gyerek izgult, tehát látszik rajta, hogy annyira meg van ijedve. Nézd meg, fogja a golfütőt. Nem tudom, hogy rakta rá madzagot a szájára. Biztos. Igen, apa, jó lesz ez, apa, jó lesz ez, igen. Te tudod. Figyeld. Üvölt egyet, és kiesik a fog a szájába. És nagyon működik egyébként a dolog, mert még mielőtt a kisrác felocsúthatott volna, a fater már el is lőtte. Na most gyerekek. Kielemeztük, tényleg valami kiesik a szájából. De nem lehet a fog, hát ha rá van kötve a fog, és elütöd a golflabdát, ha rá van kötve egy madzaga, hát az elviszi a fogat.
Mert a gyerek miután kihúzza a golflabda a fogát, lehajol a földre és fölveszi a fogat gyerekek. Hogy te arra gondolsz, hogy a madzag elrántja. Hát persze, hogy elrántja. De mi van, ha a madzag lecsúszik róla, csak pont annyira tépi meg, hogy ugye a fog kiesik, de a madzag közben leesik róla. Te bezabálsz, ami az interneten van. Na most sem is erről a videóról akarok egyébként beszélni. Egyébként most jó, oké. Jó, nem biztos, hogy igaz a videó, de... Engem. De meg tudunk róla győzni, hiszen van köztünk egy olyan férfi most, akinek a gyermeke fogváltó. Ferenc, légy szíves, menj haza, így van, egy golfütő, golflabda, és most gyakorlatilag csütörtök délután próbáld ki ezt otthon. De nincs egy zápfogad? Hát nekem van golfütő. Ha mindig van a kocsin, van. Van egy golflabda szed. Üssük ki az egyik fogadat, csak kíváncsiságból. Jó. Mondom, nálam ott dől meg a dolog, na, hogy a gyerek, ha azt nem engedi meg azt, hogy rákösd a mozgó fogára. Lehet egyébként, de ez már egy nagyobb gyerek, ez egy 9-10 éves forma, tehát lehet, hogy késő jött ki. Ó, viszont mindegy, kicsit el van maradva. Föltesszük a Facebookra, nézzétek meg, nem is a videóról akarunk beszélni, hanem arról, hogy ugye tegnap kerestük a családból az önkéntes bohócokat. És abban az értelemben hasonlít a témánk a tegnapihoz, hogy keressük most a családban a gyógyítókat. Mert ugye ez is egy olyan téma szerintem, amiről mindenki tud beszélni, hogy minden családban van egy nagy gyógyító, aki az orvosod helyett az orvosod, tud praktikákat, jön, mondja, melegít, teszi, teát főz, és valószínűleg nem segít valójában, vagy nem mindig tud segíteni, de ő a család nagy gyógyítója. És okoskodik, és mondja, és hozza, és megpróbál téged meggyógyítani. Kérdés, hogy működik-e? Valamikor igen, valamikor nem. De mi a sarlatán házi orvosokat keressük családon belül, akik ugye nem biztos, hogy tudnak gyógyítani, de nagyon okosnak gondolják magukat. Minden családban van ilyen. Népi praktikákat keresünk, vagy egészen elvetemű ötletet? A népi praktikák egyébként sokszor működnek szerintem, tehát mint a melegít sót tedd a fájó hasú gyerek hasára, megnyugszik tőle, tehát az ilyen dolgok azok szerintem működnek, hanem inkább azokat találjuk meg, akik azt hiszik, hogy értenek a gyógyításhoz, és mindig megpróbálnak valami nagy recepttel, nagy dologgal jönni, segíteni, melegíteni. Vagy adni. Mindig ugyanazzal. Vagy mindig ugyanazzal. Vagy mindig ugyanazzal, bármit csinálsz, igen, mert az mindenre jó. Hát ugye a pálinka az alap, tehát hogy attól függ, hogy milyen betegséged van, rakjál be erős paprikát, rakjál bele mézet, rakjál bele bármit, de a pálinka az fix. Jó, de ez mondjuk jó, és aztán még működhet is. Nálunk például a tetrán ment nagyon. A tetrán, kenyre tetránt. Érted? És mindenre tetránt. És mindenre tetránt raktunk, és volt, hogy egy működött is, tehát az esetek bizonyos x százalékában be is vált a dolog, de egyébként tetrán. Mert a tetrán az mindenre jó. Az mindenre jó. Nézd már, leorzsolt a bőrület tetrán. Nézd már, azt nem előtt tőlük is, mi az árpa tetrán. Fáj a torkom, tetrán. Hát ez a tetrán. Kicsi csíp, ha pisilek, tetrán. Tetrán. Nyírtörés, tetrán. A tetrán. És tényleg, mindenre. Jó, hogy belilultak körmön, mert ráütöttem a kalapács, tetrán. És mindenre tetránt raknunk, és mondom, még működött is. De mi volt, aki ezeket felírta, vagy bementetek, vetettek a patikába? Hát édesanyám módszerész volt, úgyhogy ja, és akkor tetránt. Tetránben tudtunk tetrán hozzájutni. De ez nem a betadina, jó, nem? Betadina. Az is. Gyerekem, betadina, mindenre, kullancs, betadin, ide, nem, betadin, akkor nem is annyira betadin. Annak idén a jód. A jód, igen, akkor még nem volt a betadin. Jód tintúra. Fény, és anyukád így, hogy hívják, patikus asszonként nem mondta azt, hogy gyerekek, van más megoldás. Hogy ő is hitt benne? Lehet, hogy százalékot kapott utána. lehet, hogy édesanyját beszervezte a tetrángyár, és egy titkos ügynök volt, tudod, és az egész lépcsőháznak osztotta a tetránt, érted, hogy mindenre tetrán. Egyébként sok mindenre jó valójában. Milyen bakteriális szer, de egyébként azért, hogy mindenre nem használnám. Kérdés, de valahogy náluk kezdve. Akkor már elkezdtünk gyanakodni, amikor megjelent anyám bal karján egy szív, és benne egy tetrán felé. Először csak egy té. Igen, nálatok volt ilyen házi gyógyító? Aki nálunk volt. Az, hogy vedd ki a tyúk alól a tojást, fordítsd észak felé, és akkor mit tudom én, nem, vágd a tojást meg a malac vérét, így áll be, tegyél bele kakasvért, és akkor attól meggyógyul a ferike? A tojást kivettük, de mi ezt is megsütöttük már annak idején is, egy hagyományos mód, amit azt meséltem nektek, én egyszer szögbe léptem, egy rozsdás szögbe, és akkor mindenki anyám mondta, aki korszerű asszony. Ne húzd ki elvérzel! Volt ilyen is. Hajd a tetanuszt, kamu. Igen. Mondta, hogy menjünk tetanuszozni, és akinek a portáján történt az eset, a Feri bátyánk azt mondta, hogy nem kell ide tetanusz, na, gyere Ferike, és szalonna csíkot áztatott ecetbe és pálinkába. Zseniális. Annyira gondoltam, hogy nálatok lesz egy ilyen. Miért gondoltam? De várjál, rákötötte. Körbekötötte egy szürkos párgával, tényleg? Így van, körbekötötte egy párgával, és úgy kellett üldögélnem egy fél napot, hogy az rajta volt,
ilyen a lábam. Ami jó, hogy nem volt ott a medvecsapda, mert azt is azért használta volna. Gyakorlatilag ő mindent használt, amit talált. Ja, azért örülök, hogy valakinek volt ez a családban, és azért kaptál egy kaptál. Nem is kaptam. Nem is kaptam. Azt mondta, nem kell. Mert a szalonna ki szíja. A szalonna meg az ecet. Csoda, hogy állandó zsíbad a lábad még most is. De ez a másik volt. Másik lábam. Gyerekek, működött. Nem kellett elmennem tetanusz. Hát, vagy nem volt rozsdás a szög és mászni volt. Rozsdás volt, hát nem ők hülye emléken. Hát, jó, nagy, hogy nem kaptál azért egy komoly vérfertőzést. Egy normális hát szög nem volt nálam. Hát azt mondom, hogy vagy vérmérgezést azért az jó. Igen, tehát, hogy... vérfertőzés az nem ugyanaz, az egy csúnyább dolog. Igen, az jó, hogy nem kaptál. A vérmérgezés az elindul a csík, nem? Igen, elindul, de hát olyan magas, hogy a felénél megunta. Nem volt semmi. Érted? És az egy gyönyörű, vékony szalonna csík, még ott mondtuk is, hogy lehetne másra is használni a dolgot. Ecet, pálinka, és ezzel átkötötték. Te olyan azóta is, mint a nyúlé. Zseni, de látod, pálinka ott is volt. Hát persze, az minden. Pálinka és szalonna. Vidéken mindenben van. Agyba krúpli, aztán már gond nem lehet. És ez működött. És ő pedig tudott egy csomó ilyen, Feri bátyánk tudott egy csomó, vagy tud még ma is, reméljük, hogy mi. Csak mit mondod, hogy a szalonna szívja ki? Kiszívja, persze, kiszívja a szalonnait. Így. Ecet, ecet. Mert a szalonna szereti a rozsdás szögöt? Vagy, de miért? A szalonna kedvence a rozsdás szeg? És bárhol, ahol találkozik a szalonna a rozsdás szeggel, azt kiszívja? Az ecet az azért van, ugye, mert az a környezetét fertőtleníti le, a szalonna kiszívja, a pálinka meg mindenre jó. De a megrándult újra állítólag jó a krumpli. Na, az igaz. Ott valamit csinál vele. Igen. Tehát, hogy ott valami történik, akkor van gond, hogy egyszerre mondjuk négy ujjad rándul meg, mert akkor furán nézel ki, hogy 4 kiló krumplival a kezedben. Ott állítólag az van, hogy ugye a csontot gyengíti. Vagy igen? Igen, és akkor vissza tudod könnyen rántani. Tudományos magyarázat. Tehát teszek 6 kiló krumplit a sípcsontomra, akkor másnap nem tudok lábra állni? Így van. Nem, utána eltörik a lábad, mert annyira kigyengül a csont. A krumpli kiszívja a csontból a kalciumot. Gyerekek, teszt a lelke rovatba. Jani, tegyük négy más a krumpli alá. Jó. Másnap próbáljuk lábra állítani. Nem biztos, hogy tudnám. Jó, na írjátok meg nekünk, drága hallgatók, jó, hogy kinél kigyógyít, milyen praktikákban hisz, mire mit tesz, és mivel próbálja orvosolni a problémát, ahelyett, hogy mondjuk orvoshoz küldene benneteket. Mindenhol van egy ilyen anyuka, nagymama, nagypapa, hozzáértő szomszéd, rokon, aki hozza a krémet, hozza a megfejtést, és tudja, hogy milyen orvosságot kell használni. Jó, 8:58, jövünk az SMS-ekkel, Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show. 9 perc múlva pontosan 10 perc múlva lesz 8 óra. Na, 9, hát te hogy van? 9 perc múlva pontosan 10 perc múlva lesz 8 óra. És tényleg. És egyébként kijön. Figyelj csak, azon van, hogy ezt nehezebb kiszámolni egyébként, mintha bemondanád a pontos időt. Tehát, hogy 3-4-8 lesz 4. 9 perc múlva, 10 perc múlva lesz pontosan 8 óra. Tehát 7:41. Ez a helyzet. Na, itt vagyunk, és ugye arról beszélgetünk, hogy milyen házi praktikákat ismernek hallgatóink gyógyításra, mert hogy ugye láttunk egy embert az interneten, aki egy golflabdával ütötte ki a gyermeke fogát, méghozzá úgy, hogy rátette a madzagot a golflabdára, a másik végét a kislány fogára, vagy a kisrác fogára, fogta, elütötte egy nagyon szép ütéssel egyébként a golflabdát, és kijött a srác foga. Hogy igaz vagy nem, a videó egyébként teljesen mindegy is. A lényeg, hogy arra kértük a mi hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk olyan praktikákat, amit a család egyik tagja tud, esküszik rá. Nyilván van, amikor ez nem működik, de mégis mindenre azt akarja adni. Ugye minden családban van egy bizonyos gyógyító. Egy nagymama, egy nagypapa, apuka, anyuka, mindenhol van egy titkos recept. És mindig csak az. De soha semmi más, nem, csak az. És ha esetleg nem működik, akkor is megvan rá a magyarázat. Túl korán kented rá, túl későn, keveset, sokat. Igen. De mindig kellő időben kell egyébként tényleg fölvinni. Na, itt van velünk Dóra, hello Dóra, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Hello. Szia. Na, nálatok ki a nagy gyógyító a családban? Hát nekem édesanyám, és ő energiával gyógyít. Jaj, de jó, az te. Én nekem az egészben csak az a vicces, hogy ő fizikatanár, tehát tudja, hogy van gravitációs energia, tudja, hogy van hőenergia, meg a jóisten tudja, milyen energia, de ő úgy gyógyít, hogy az energia okos, és aha, tudja, hova kell mennie. És hát téged gyógyít ezzel? Hát rendszeresen ilyen hátfájásokat szokott vele kezelni. És kézrátétellel csinálja, vagy csak igen, közel igen. Áll? Uh-huh. Én nekem ebben az a vicces, hogy én egyrészt nagyon racionális beállítottságú vagyok, tehát nem az ő vénáját örököltem, és nekem erről az a véleményem, hogyha egy 22 fokos levegőbe a hátamhoz közel teszi az ő 36-37 fokos kezét, akkor azt mindenképp érezni fogom. De ha működik egyébként a fájdalom, elmúlik? Nem.
Nem múlik el. Nálam nem működik, de hát nyilván vannak azok az emberek, akik ezt meg lehet. Hát vannak módszerek, ahol szerintem ez működik, csak ezeket a módszereket azért egy picit tanulmányozni, meg tanulni kell. Tehát nem úgy hiszek ebben. És akkor érzed. Egyébként szerintem ez akár még így is működhet, de vannak módszerek, a Reiki, a Prána Nadia azért, ahol hasonló módszerekkel gyógyítanak, csak ott vannak bizonyos szimbólumok, amiket mellé kell tenni. Az lehetséges, csak én úgy gondolom, hogy ha valaki gyógyít, akkor annyi kíváncsiság legyen benne, hogy nézzen utána egy kis anatómiának, kórélettanak, mi hogyan működik kórosan, és akkor utána lehet ebbe beavatkozni. Hogyha valamennyit lát, nem kell ez orvosnak lenni, de legalább nézzen utána. De édesanyád ilyen ösztönös zseni, egy ösztönös gyógyító. A hasfájást is háton keresztül gyógyít. Hát ennyi. Ezek a síra gyerek, és ráteszed a kezedet a hasára, működik. Oké, hogy meleg lesz. De. Ne, hogy vannak, szerintem én ezekben hiszek, vannak technikák. Tudod belőle simogatni, de nem feltétlen biztos, hogy az energiától, meg nyilván érti a gyerek a szeretetet is, de én ebben nem hiszek, ráadásul. Az a poén az egészben, hogy én meg gyógyszerész vagyok, tehát egy orvos egyetemen végeztem, ahol a hátterét is láttuk, és egy kicsit mókás a dolog, de mindezáltal, tehát én hiszem azt, hogy gyógyítani úgy lehet, hogyha valaki hisz valamiben, hogyha ő is hisz benne, meg hisz benne, aki kapja ezt az egészet, akkor már a pozitív hozzáállástól lehet, hogy jobban érzi magát, csak így kívülálló szemlélőként, aki szkeptikus, úgy ugye kicsit nehezen, persze. És amikor úgy érzed, hogy nem működik, nem jön a mamától a magyarázat, hogy nem tudhatod, hogy mennyire fájna, ha nem csináltam volna. az igazság, hogy volt egy ismerős, aki rákos volt, és próbálták gyógyítani. A végén már elfogadta a kezelést is, de ettől nem gyógyult meg. Tehát én gondolom, hogy megvan a helye ennek az energiával gyógyításnak is. Kiegészítő terápiának mindenképpen, de ez nem sikerült. Meg vérnyomás csökkentésbe kérdeztem anyukámat. Arra is jó, aha, a kézrátét. Nekem mindig felmerül akkor. Aha, én meg... megkérdeztem hova teszik tőle, a kezed? Mikor tudod csökkenteni a vérnyomásod, és azt mondta, hogy amikor ő rákoncentrál, és mondom hajnalba, hát akkor ő alszik, akkor nem. Hát mondom, akkor majd kis statisztikát olvasol, vagy utána nézel egy icipicit az interneten, akkor van ilyen, hogy hajnali események. Aha. Hajnalban jön a szívinfarkt és az agyérzés is, úgyhogy nem árt, hogy egy vérnyomás csökkentő addig kitart. Igen. Hát kérdés, hogy ki miben hisz, meg milyen technikát ismer. Én mondjuk hiszek bizonyos dolgokban, de most nem kezdedék el veled itt élőadásban erről vitatkozni, de nyilván mindenkinek meggyőződése szerint kell tenni. Persze. Igen. Amikor a mama eljut arra a szintre, hogy telefonon távgyógyítást vállal, akkor fölhívnánk. Az a Gyurcsó, az más hát, igen. Hát, ha van belőle. Egyébként hát, ha mama is csinálja. Dóra, köszi, ciao. Hello. Na, nézzük az SMS-eket, mert hogy vannak igazán szórakoztatóak. Nálunk anyukám a minden tudó sarlatán, minden sérülésre, fájdalomra, aloe vera. Aloe, turmixolva, nyersen, teának főze, alkohollal keverve, az egész család gyűlöli már azt a rohadt aloét. Tökéletes. Kölyök a kamion. Szárad a bőröd? Aloe vera. Húlik a hajad? Aloe vera. Begyulladt a könyöket? Aloe vera. Nagymamám rohadt le minket régebben minden létező bajban körömvirágkrémmel. Hát ez is az nagy megfejtés, hogy körömvirágkrém. De az egyébként működik is. Tehát, hogy de nem mindenre. Csak személyes tapasztalatból mondom, hogy az működik. Igen. Belecsúsztam egy hányos hasmenéses vírusba, fater mondta, egyéb cukros ecetet. Kiskanálba cukorál az ecet, az betolod, és kész is a csoda. Egész éjszaka a vécén ültem. Mert kijött, meggyorsította. Hasmenéses hányos eset. Méregtelenítő. Igen. Kiskoromban nagymamám abban hitt, hogy a bedugult orromat próbálja kezelni égő rongyal. Méghozzá úgy, hogy az égő rongyot kellett szagolnom. Igen, meggyűjtöttem, de szagolt meg. Mintha készúrtak volna az órikaimba, és enyhe füstmérgezést is kaptam, de kidugult. Tessé, egy hallgató. Az nagyon jó. Egy ilyen 70%-os műszál tartalmú is. Rogyot és ott ég előtt, és szívod be a füstjét. Na igen. Ma az ágy nem a fiúk, a nagypapám egyszer az aranyére erős pistát kent, mert azt mondták, az mindenre jó. Egy órára a WC-n azt hitte, valami nagyon nincs rendben. Képzelhetitek, mi történt, Csabi. Írta ezt nekünk, bekented az aranyeredet erős pistával? Akkor azért megfeledkezel az aranyeredről. Ez kicsit már ilyen Jackass jellegű dolog, igen. Azt mondja, hogy párom nagypapája Diannával operált mindent. Fogfájás, kézláb, minden. Egyszer még a kakassal is megitatta, mert azt mondta, reket volt a hangja. Ah, mondják egyébként, hogy bedörzsölésre azt ajánlják. Igen? Igen. Az jó? Igen, és állítólag jó is.
Öcsém begyulladt gennyes oltására paradicsomot tett. Mi minden zúzódással valami mélyhűtő cuccot raktunk, így a Veronika. A paradicsomról is mondják, hogy valamit kiszív egyébként. Igen, gyulladás csökkentő hatása. Igen, aha. Az mondjuk egyébként az működhet. Az, hát az zúzódás, a mélyhűtött cucc az meg alap, nem? Így van. Vagy amikor kést nyomnak a homlokodhoz. Az is jó. Igen, kés. A mélyhűtött sorska például jó főzeléknek is, ha felengedi. Először az úzodás gyógyítja, aztán főzelik. Nemrég hallottam egy családról, ahol egy alkalommal a nagyszülők vigyáztak az unokára, mivel az unoka éppen betegeskedett, a nagyszülők úgy gondolták, hogy egy beöntés majd segít. Azért ott hagyod a mamára a gyereket, és csinál egy beöntést, mire visszajössz a moziból, azért az elég meleg, nem? Bejött. Meg is csinálták a gyerekeknek odahaza házi eszközökkel. Úristen, képzeld el azt a szegény gyereket, kapott is a gyerek egy remek gyomorfertőzést. Mm-hmm. Azért mész haza, a gyerek egy gyertyapószban van, és egy ilyen kis infúziós állványról csorog be neki valami egy lábosból, azért ott nagyot nézel, nem? Mama, mi történt? Beöntést adok. Mindjárt jó lesz. Így van. Hát szerencsére megtaláltam a törcsét is, amivel a teát csinál. Nálunk a svédcsepp jó mindenre. Arra emlékeztek? Emlékeztek a svédcseppre? Hát persze. Egyébként nem hülyeség, ugye ez egy ilyen gyógynövény tinktúra. Igen. Valójában mi is sokat használtuk. Pici alkohol származék van benne, tehát vigyázni kell, de tényleg jó. Igen, nagyon jó, nagyon jó, csak hát azt sem lehet mindenre használni. Nem, én elkövetem azt a hibát, hogy aztán 4 vagy 5 évvel ezelőtt vettem egy nagyobb kiszerelésük, mert hogy mondom, az olcsó, bár értékarányban az jobb. Meg is van még. Még mindig megvan a 90%, soha nem fog elfogyni. És azt tudtátok, hogy herpesz ellen jó a fülzsír? Ne, Feri, az most, te otthon ezt használod, azért ezt nem kell promotálni. Kicsit, próbáld ki. Én értem, de azért nem kell mindent elmondani a rádióba, hogy te mit csinálsz. Kicsit így megindul itt a pirosság a szád szélén, és akkor egy... Oda kicsit? Oda igen, kicsit rá. De mi van, nincs kérek? Egy kicsit ért? Zsül, tud segíteni? Mizsa, Zsülnek egy lépes méz van a fülébe, ugye? Igen. Abszolút. Minden reggel itt perget. És ezt hol hallottad, Feri? Te ne higgyál mindent. Otthon mondták ezt is? Pókháló a sebre, az is jó, azt tudod. Te vidéki vagy, gyereke. Pókháló a persze. Anyuka, álljál már föl a létre, szedje már le 2 gramm pókhálót, te tekerd már a gyerek nyílcsebére. Feri, az a helyzet, hogy mi elég sűrűn takarítunk ott, nem tudom. De most kint hátul érted a jószágok fölött az egyik sarokban, nálunk mindig volt vidéken, és azt, hogyha valami kis nyílt sebed van, ráteszed, ilyen fertőtlenít, és hátul se vagyunk bepókhálósod. Próbáld ki. Igen. Ez nem csak egy ideológiára, hogy ne takarítj. Tehát, hogy, nem, hogy mindig legyen otthon pókháló. Ne bántsd a pókhálót, jó a sebre. És nem, mit csinál pókháló? A pókháló összehúzza és fertőtleníti. Igen. Feri, nem vagy már tínédzser, vissza kéne venni ebből a rákendről életmódból. Kevesebb lenne a herpes. Én is azt mondom, használj hintőport, betadin, sebtapaszt, hagyd a pókhálót a fenébe. Pókháló összehúzza és fülzsír. Aha, na jó, hát akkor hajrá. És élnek még a gyerekek? Azért, ha nálatok lennék beteg, inkább hazamennék. Nem kell, ha meggyógyítunk. Mindjárt összejön a 2 gram fülzsír. És van az ecetes szalonna, pókáló fülzsír, jó. És a végén kicsi pálinka. Mi az ecetes szalonnában meggyőztél? Tehát, hogy ha nem kellett tetanuszt kapnod, és megúszod a rozsdásszéget, akkor azért abban lehet valami. Azért így összegyúrhatnánk egy olyan jó kis gyógymódot azokból a dolgokból, amivel mi hiszünk. Balázs részéről jön a pránál, de az én részemről a trash metal, Feri részéről meg a fülzsír. És a pálinka, hát hallasz? Egy ugrásra vagyunk attól, hogy megnyissuk a budai gyógyközpontot. Pókhálóval akar gyógyulni, jöjjön Feri, ez energiában is, menjen Balázshoz. Nálatok mi van? Metállok. Ja, igen, metállal akar gyógyulni. Igen, és a tetrán. Az én barátnőm olyan ügyes, hogy nem. Igen. Nálunk a propolisz az Isten, mindenre azt kell szedni, adni, inni, enni, minden. Egyébként nem hülyeség. Ugye? Azért az fontos. Főleg úgy, hogy ugye jó dolog. A tinktúrát készítesz belőle, aminek az alapja a propoliszon kívül a tinktúra. A pálinka. Köszi. Há, mi más? Vietnámi balzsam, nagyon sokan írják. A minden megoldó vietnámi balzsam, az is sokan mondják, el van dugulva az orrod, csíp a szemed, szúr a füled, minden. Vietnámi balzsam. Viszkösödik a lábad. Bármi. Emlékeztek, kicsi piros tégely? Igen, kinyitottad, már amikor beleszagoltál, könyvbe lábadt veszel. És mindenki jobbra balra rögtön. Imádtam egyébként. Olyat egyébként bármikor, bármere jársz egy lomtalanításkor, biztos, hogy találsz hagyatékba, biztos, hogy találsz egy bontatlant. Igen. Az megfázása volt, jó? Megfázás az orrodba, igen. Igen. Na jó, van, köszönjük szépen az SMS-eket. Hát vannak... Érdekes SMS-ek, még van egy ilyen kicskoromban becsukott szemmel biciklisztem, neki is mentem a nagykapunak, annak rendje módja szerint be is tört a fejem, a papám gyorsan a hóna alá kapott, bevitt a fürdőszobába, lemosta a vérzősebet, majd kést fogott, megkapargatta a messzelt falat, rászórta a sebre, és mondta, hogy holnapra begyógyul.
nem gyógyult be teljesen, de az egész jól helyre jött. Sanyi, a méz az fertőtlenít, igen? Hát, azt nem, azt mi nem használjuk. Nem? Már látok, nem meszeltek hát a falak, hanem hát penészesek. Így van, köszönöm szépen. De ugye elmondtam, hogy sebre pókháló. Így van. Sebre pókháló, nem pókháló. Mész. Igazából Balázsnak sárga csillag a vietnámi balzsamon. Igen? Piros körbe. Nagyon piros, érdekes. Piros kör volt, igen. Na jó, köszönjük szépen az SMS-eket, játszunk valakivel már is méghozzá, Óben bácsival és Beru nénivel. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafan csalogányai. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Ma nem vagyunk egy hullámhoz. Nem vagyunk, Zsűr konkrétan alszik. Halló, jó reggelt! Hello, hello, jó reggelt, sziasztok! Szia. Hello, Gábor! Honnan hívtál hello, minket, Gábor? Hello. Budapest. Budapestről mit csinálsz? Szoftverfejlesztő vagyok, éppen úton vagyok munkába. Halljuk is, hogy el. Jó kis szoftverfejlesztő, úton vagy már. Igen, igen. Uh-huh. Most mit dolgozom, milyen szoftveren? Hát én ugye az esetek nagy többségében a Nestlé-nek fejlesztek, és egy nagyobb projektet, úgyhogy ilyen szempontból nincs sokféle verzió, de azzal ugye el lehet tenni. Abból el lehet lenni. Jól van. Na figyelj, mutatjuk akkor, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Gábor, hallgass meg. Rendben. Mi ez? Sütne. Hát. Valami forró olajba került. Vagy kimaradt a napon Beru néni. Picit magasabb a hőfok a tatóinon. Igen. Amit mi megszoktunk itt. Beru néni forr. Na mutatjuk, mit énekelnek. Figyelj, Gábor. Oké. Hol nem is. Hotel California. Egy jó kis Eagles. Ez egy jó dal, nem? Ez egy nagyon jó dal, igen. Ami mondjuk kicsit vicces, hogy a dalban lévő gitárszólót megválasztották az évszázad, már nem a mostani, hanem ugye legszebb gitárszólójának. Azt, hogy ez kihallg, tehát hogy jó, nincs vele baj, de hát is azért... megvették a zsűrit. Én szeretem egyébként, szerintem teljesen jó a gitárszóló. Jó a gitárszóló. De hát azért tudj mondani. Hogy a dobos éneke, ami nekem azért jó, mert ezt én is csináltam egy 6 évig, 7 évig, és szerintem ez teljesen jó. Aha. Jó, de azért tudsz 50 szebb gitárszólót mondani, mint ez? Egyébként lehet. Hát, vagy 10. Lehet, hogy találok. Lehet, nem biztos, de elképzel. 6-7 éven keresztül doboltál és énekeltél, vagy 6-7 éven keresztül futottál neki ennek a dalnak, hogy le tud játszani? Nem, addig a dobolás énekelés együtt volt. Gábor, gratulálunk, ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag. Köszi szépen. És komplett, nem kellett kivenni belőle semmit, úgyhogy nagyon szép kis ajándékcsomagot kapsz tőlünk. Jó, küldjük neked. Köszönöm szépen. Köszi szépen. Köszi, szép napot neked, ciao. Sziasztok, szép napot. Hello, hello, hello. Szerintem a programigazgatónk gyomról szúrná magát, hogy leadnánk ezt a számot. 6 perc, 30 másodperc. Bizony, attól én is. Miközben a verzből nem emlékszel semmire, csak a refrénre. Jó, de hagyjuk ezt a terelést. A pókhálóban antibiotikum van, csak most mondom, utána néztem. Aha. Tessék, és nagyon sokan ajánlják a fülzsírt a száj kirepedésére. Aha, is. Na, de erre hát csak annyit tudok mondani, azok, hogy használják. Sok siker. Ők azok mondjuk, akik a kirepedezett kezüket le is pisilik. Uh-huh. Mert az is jó. Uh-huh. Na jó, hát, ez persze, hát most mindenki úgy... meg Ferit, mindenki úgy turbosít, ahogy akar, de nálam van egy pont. Nálam van egy pont. Tehát éjszaka én is lepisélem a kezem, de nem ennyi. Tudatos. Tehát ennyi. Ha valakinek ez tudatos, irigykedem rá. Tudjátok, mit szoktam ilyenkor mondani? Csak HD legyen az a videó, Feri, majd, amit te hozol erről nekünk. Köszi szépen, előre is. Na gyerekek, 3 perc van 8 óra, meghallgatjuk Ákos legfrissebb híreit, aztán jövünk a mi drága Gáborunkkal, aki nyilván hülyére zabálta magát az ünnepek alatt, evett rengeteg fényt, puliszkát és kölest, és elmondja majd nekünk, hogy így az új év után kicsit mivel diétázzunk, mivel turbosítsunk, hogy méregtelenítsünk, erről beszél majd nekünk. Mit esznek szilveszterkor más országokban, és mivel tudjuk a szervezetet kicsit tehermentesíteni. És kimennék ide az előtérbe, és itt heverne már hanyat habzó szájjal, mert epilepsziás rohamot okozott neki a kocsonya, mert nem bírt neki ellenállni. Biztos, hogy rosszul van tőle egyébként, igen. Na jól van, szóval Ákos jön a hírekkel, mi pedig jövünk Gáborral a hírek után. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagyágyúi,
Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt pontosan, 11 perccel jó reggelt kívánunk minden hallgatónak. Hello Jani, hello Feri, hello! Sziasztok, jó reggelt! Drága hallgatók, itt vagyunk, és várunk friss közlekedés híreket, mert hogy még mindig egy kicsit azt érezzük, hogy ha nem is tudom, alszik az ország, vagy legalábbis kevesebb a közlekedés, lehet, hogy egész egyszerűen csak rendben van minden. Nagyon sok házi praktika jön még, ugye a házi gyógyítási praktikákkal foglalkoztunk, hogy kinél ki gyógyít és mit tud. Hát ennek a fele működik és jó lehet, a fele nyilván totális baromság. Köhögés szerintünk ellen sertés zsíros ruhát tenni a mellkasra. Lehet, hogy ezek jók egyébként. Én ezekben nagyon sok szempontból hiszek, az ilyen népi gyógyászatban azért ezeknek kultúrája, hagyománya van, tehát ezek működhetnek. Nagyon sokan Feri mellé zárkoztak a fűzsír felhasználás területén, és mindenre nagyon örülünk neki, hogy ennyien rajonganak a fűzsírért. Igen, hogy a herpes állítók 3 nap alatt leszedi, hát próbálja ki, aki akarja. Vannak dolgok, amiket nem biztos, hogy ki kell próbálni. Orci téren sárgán villognak a lámpák és dugóban, ezt Levi küldte nekünk, aztán van egy 3-as kocka Kerepesi úton az Őrs előtt, a Népstadion felé, ezt Bernadett küldte, köszönjük szépen. M7-es Székesfehérvártól Budapestig jól járható, üzeni nekünk Kiru, és a 10-es út az elmúlt 15 évben nem volt ennyire jó, mint most. Az okát nem tudjuk, üzente nekünk Brian. Kiskumajsa után Soltvadkert felé gyalogos gázolás történt, ott is van egy kis fennakadás, valamint a 4-es számú főúton a Karcagi lehajtó közelében 4 baleset van és útzár, úgyhogy azt is próbáljátok kikerülni. Na, ahogy látom, vannak, akik pedig már 3-as ugrásra jelentkeznek. Csütörtök van, ugye? Hát és ez, gyerekek! Hetek óta nem találkoztál a te szívbéli jó barátoddal. Mert ugye karácsony előtt pont szültetek, akkor mi búcsúztattuk a Gábort. Én csak kísértem a Viki szült. Én na jó, lehet így mondani. Most kicsit hasfájósak vagyunk, nem alszunk éjszaka, és picit bukunk. Büfizünk, bukunk, és picit hasfájósak vagyunk. Szóval szültetek, akkor azért nem találkoztatok, úgyhogy már hetek óta egy űr van benned, betölti most. De nézd meg, ki van itt ebben a gyönyörű szép ingben. Már itt ül. És Gábor is itt van. És Gábor is itt van, úgyhogy Gábor. Korral folytatjuk már is. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyez, az ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Én manipulált élelmiszerekkel árasztom, antibiotikummal szennyezem. Lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Légy be te is az elmentes övezetbe, Balázzsal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor, jó reggelt! Gábor! Jó reggelt, szervusztok! Bujék! Nagyon jó találkozni veletek, és boldog új évet kívánok! Neked! Hát mi is neked, na, Gábor, neked még elnézem ezt a boldog új évet. Már senki másnak, de neked abszolút. Mert pont erről beszéltünk tegnap előtt, hogyha még valaki azt mondja, hogy bujék, már mindenkit a hidegráz, de te olyan helyesen tudod ezt mondani, hogy neked ezt most elnézzük. Békés új évet szoktam kívánni, az is B betűvel kezdődik. A boldog szó már nagyon elcsépelt, meg hogy mit jelent, kinek mit jelent a boldogság. És pont azért jó boldog, mert akkor mindenki azt gondol róla, amit akar, nem? Hát szerintem ez már elcsépelt. Nekem inkább a békesség az, ami visszaadja ezt a gondolatot, így az év végén főleg. Békés remélem, tudhatok ti is pihenni, Balázs, te nem biztos. Ugye, de képzel egész, nagyon kellemes kis karácsonyunk volt, igen. Oh, meghitt hangulatos, igen. Családi. Új a hajad, vagy meghalt a fodrászod? Mi történt? Mert hogy más vagy, egy kicsit, azt látom. Nem, csak az egyik kezét vesztette el, ahogy látom. Kicsit úgy belőve, kicsit ferdére ki, zselével meg, fölturbosítva. Mi van? Nagyon? Másik fodrászhoz mentem el, de majd vissza fogok térni a régi mesterfodrászhoz. Tök jó, ez jó. Pedig. Kicsit modern. Ez az a média szereplések miatt így megújultál. Kicsit tépet, kicsit vagány. Jobb ez. Így, hogy ennyit vágattál belőle, a régi álmod is megvalósult, fogytál. Nagyon kedvesek vagytok. Igyekszem. Na, hát hogy teltek az ünnepek, Gábor? Gondolom, hülyére zabáltad magad, ugye? Te az a típus vagy, aki így leül és úgy nekiáll. Mi volt a menü? Mesélj egy kicsit. Hát ilyenkor új receptúrákat is kipróbálunk, de hát nem az a cél, hogy sokat együnk, hanem hogy új ízeket is kipróbáljunk. Próbálkoztunk új hamis gulyással, és lencsegulyást is nemrég fogyasztottam, egy fantasztikus volt. Ugye a zöldségeket megpirítjuk, megpároljuk kis hagymán, és a lencsét hozzátesszük, fűszerezzük,
és egy nagyon jó gulyásos íz. De a füstölt szalonnát meg a füstölt csülköt kiáztattad előtte, ugye? Rendesen, három napig ismerve Gábort, igen. Füstölt gabonakolba ez kerül bele, és az íze nagyon hasonló egyébként, mint a valódi gulyás, de jól hallottam, mert nagyon sok mindent meg lehet tudni ebből a műszorból, hogy a szalonnát azt Feriek használták. Kivonja a rozsdát a lábból. Szalonna, ecetes szalonna, azt rákötöd a szögment a lábamba, és semmi bajom nem lett, képzeld el. Az egyik szemem sír, a másik nevet, mert hogy a külsőleg... miatt, vagy az ecet miatt? Külsőleg használtad a szalonnát, és nem belsőleg, és ez egy kicsit pozitív. Meg a sertészsírt rá kell kenni a... Melkasra kenni, köhögéssel. Igen, ugye az működik. Ha. Látod, ezek ennyire jó dolgok, és te elvonod magadat ezelől. De miért nem a mentolos különböző krémeket? Mert akkor még nem volt, tudod, én vidéki gyerekek, 40 éve történt ez az esemény, és akkor ez volt. Avas disznózsír viszont volt otthon. Nem avas, avas volt a keresztanyát, térdek alá, csafiam az. Mi vigyáztunk, hogy ne essen bele semmi, hogy ne, mindig elfogyott, mielőtt megavasodott volt. Meghallottam ezt a pókhálós esetet, hogy a pókhálóban van antibiotikum? Igen. Attól függ, hogy mit szed össze a pók, és merre jár. Gyógyítás szempontjából a pókhálót éppen tényleg sok mindenre használják. Tehát igen, a gyógyászatban beszéltünk is, hogy egy... hogy a földünk legerősebb szövete a pókháló, de hogy miért van benne antibiotikum, hiszen a pókhálóval ugye megkötözi a pók, ugye? Azért az ne fájjon az állatot. Ne fájjon, igen. Nem hülye a pók se. Kezeli is egyébként, ne igen. Ne fertőződjenek el a sebei, az áldozat. Igen. Szóval készítettünk reformákos kupát, természetesen nem fehér kifliből, jól rásütöttünk, megsütöttük, és fantasztikus volt. Aztán volt gombás zöldborsó pörkölt, így az ünnepekkor egy kis bulgurral. Nem készítettünk viszont töltött káposztát, remélem, hogy nem okozok ezzel csalódást, viszont töltött paprikát igen, dióval. Volt fokhagymás rántott zabszelet, volt reformbejgli, datojás kocka, mint sütemény, és zablisztes gofrit is készítettünk. Kutyafáját, hát egyre jobban sajnálom, hogy nem, élni. Hogy nem voltam ott. Nem, Ferinek is látom, könyvbe lábadt a szeme, Feri, hogy ezeket így hallgatod. Te ott éjjel halnál. Most fölhívom anyámat, hogy jövőre semmit. Tehát ne csinálja a töltött káposztákat, a sült kacsákat. Nem kell, ezeket én megkóstolnám, jól hangzik az összes, és tök idegen. Szóval, hogy majd bulgurt eszünk. Feri nektek, ugye, a kacsa mellé, vagy nem volt? Volt, de hát azt csak úgy mellé szoktuk tenni dísznek, tudnálunk, az nem egy sláger. Lehet, hogy rákattan a Feri is egyébként. Egy vacsora vagy egy ebéd nálatok, aztán már nyaralni és Bulgúriába mentem, abból verekedés lenne. Ha csak a Feri nem vinne magával valamit. Ki kell mennem egy pillanatra, és ott elővarázsolna valahol a belső zsebből egy fél oldal. A kocsiba szeletelni a kolbászt, mindig kimenne 5 percig. Kimegyek dohányozni, jövök mindjárt, és ott lógna a tükörről a kolbászt. Ez bulgur zsír. Az a baj ezzel, érted, hogy már maga az étel neve, amikor azt mondod, hogy hamis gulyás, hazudsz, érted? Megpróbálod becsapni magad és a szervezetedet. Hát ez a baj ezzel, Gábor. Nem, ez nem hazugság, ez szerintem igaz, mert... Hamis gulyás. Mert hogy azt üzenjük, ugye olyan szavakat kell találni, hogy mindenki értse. Tehát a gulyás szót nem hagyjuk ki, de az félrevezető. Ezért kell mondani, akkor találjunk egy másik kifejezést. Mm-hmm. Reform gulyás. Az úgy reform jobban gulyás. Mondasz, hogy főd zöldségek. Tudod? Akkor eltalálod, amit eszel. Főd zöldség. Ja, egy kis vízzel és hagymával. Így, ennyi főd zöldség, így is mondhatod, vidékiesebb, és akkor mégiscsak ne használjuk a gulyás szót, mert a gulyásban van tartalom. Az maga az élet eszenciája, a hússal, a zöldségekkel, a gyönyörű fűszerezéssel. Kinek zsibbad a lába, mi? Kinek zsibbad a lába, mert zabálod a húst. Nem zsír, már régen nem zsír. Ja, azt mondta, már régen nem eszem húst, kinek, megleptél volna. Kinek tiszta disznózsír a melkasa. Kinek tiszta zsíros még a haja is. Igen. Figyelj, a lencse megtartja a vitaminjait, amikor így főzzük. Igen, megtartja. Olyan vitaminok vannak benne, olyan B-vitaminok, amelyek hő hatására nem bomlanak el. Ezen kívül foszfor, kálcium, magnézium, a cink és a réz, ugye, ami a D-vitamin működéséhez kell. Hát ilyenkor a téli időszakban szerencsés volna, hogyha nem csak ugye az ünnepekkor, meg szilveszterkor, hanem utána is ezt megtartanánk. Már csak azért is, mert hogyha évente mondjuk összesen valaki háromszor eszik lencsét, akkor ezzel pont azt érje, hogy nem lesz jó az emésztés. Tehát puffadni fogsz tőle, mert ugye ezek hüvelyesek. De ha valaki gyakrabban eszik és kevesebben, akkor a szervezet megtanulja megemészteni, és sokkal jobban fog felszívódni. Tehát ezeket rendszeresebben érdemes. Kicsi lila hagymával remek lencse salátát lehet egyébként csinálni. A vörös lencséről azt meg akartalak kérdezni, mert abban az a jó, hogy a sokkal gyorsabban kész van, nem kell beáztatni. Ugyanúgy kis lencse alakú, csak piros színű, amikor meg
megveszed, főzés után már nem. Abban ugyanúgy megvannak ezek az anyagok? Ugyanúgy, sőt a vörös lencsét azt értékesebbnek tartjuk, mert karotinok vannak benne, tehát ettől vöröses a színe. Ez még értékesebb. Viszont ha szabad elmondani, egy kedves szakember kollégám átvett külföldről egy olyan kis formulát, amivel ilyen antibiotikus hatást ér el. Ezt ha szabadna elmondanám, egy csésze fokhagymát, egy csésze vöröshagymát, egy csésze tormát, csilipaprikát és gyömbért vesz. Mindegyikből egy csésze, ez kb. 2 deciliteres űrtartalom. Ezeket apróra vágja, és hát régebben pálinkában tették, ezzel szétmaradták. Újabban már almaecettel, ugye, mert nem mindenki fogyaszt alkoholos italt. Almaecettben szétmaradják, több hétig ez áll ott a kamrában, aztán később leszűrik, és a hűtőben tárolják. Most elképzelhetitek, hogy ebből hogy a 4-5 féle anyagból időnként meg kell szellőztetni a kén miatt, de több család is ezt fogyasztja az országban, és soha nem betegek. Ugye a fokhagyma, vöröshagyma, gyömbér, csilipaprika és a torma, ezekben olyan komplex hatanyagok vannak, amelyekből egy kis kanálnyi, ezeknek az eszenciájából. De aztán ezt így összekeveri, vagy pedig külön-külön? Ezt összekeveri, állni hagyja, időnként föl kell keverni. De leszűrik. Ennek lesz egy ilyen seprője, és akkor ahogy áll ebben a maró hatású anyagban, idézőjelben, az kihozza belőle az értékes anyagokat, és aztán ezt leszűri, tisztán, teljesen tükrösre szűrik, hogy ne romoljon meg később. Nem is fog egyébként ez megromolni, hűtőben tárolják. És minden reggel egy kis kanára lesznek belőle. Nem okoz semmilyen felmaródást, nem kell ettől tartani alapvetően, bár érzékeny gyomorúaknál nyilván azért ezek elég érdekes eszenciák. De ezekben olyan komponensek vannak, amelyek a tüdőben, a különböző hajszálkapillárisokban egy olyan jó vérkeringést hoznak létre. Szóval ez úgy nevezik, hogy tüzes víz, végül is. Ennek van egy neve, egy formula, és használják sokan. Mondd el még egyszer az összetevőket, ez nagyon érdekes. Egy csésze fokhagymát, egy csésze vöröshagymát, egy csésze tormát, csilipaprikát, és gyömbért. És gyömbért. Apróra összevágva, nem kell turmixolni, apróra össze kell vágni, és be kell ebbe a vagy az egyik, vagy a másikban. Mindegy, milyen százalékos almaecet, mert abból is több van. Ugye? Tök itt az a cél, hogy minél magasabb. Tehát minél magasabb. Aha. Igen, ecet legyen, almaecet, vagy alkoholos. És csak, hogy ellepje, vagy mennyit? Igen, illetve... Gondolom, hogy kiáztassa, nem? Tehát, hogy ellepje, ázik benne, és akkor bőven, utána szűrés. Bőven el kell lepje, tehát bőven, és az leülepszik az aljára, és dolgozik az anyag. Időnként ugye meg kell szellőztetni, meg kell keverni, mert valóban illata lesz ennek. Viszont ami ebből képződik, ezt nem tudjátok fölvenni egyszerűen élelmiszerek által, ez egy olyan idézőjelben természetes gyógyítóanyag. Na most, aki a csilipaprikát kihagyja belőle, az nem gond, mert nagyon csípős is lesz ennek az íze, tehát ebből kihagyható valamelyik. De ez a lényeg, hogy így ez működik. Jó. Azoknak ajánljuk, akik egyedül dolgoznak, mert hát a kollégákat... A fokhagymát is ki lehet hagyni belőle, hogyha nem akar valaki fokhagyma illatú lenni. Illetve a gyöngyét is lehagyja. Igen, marad az almácet, de ha nem tetszik, így elvizet, tudod. Ez egyébként vitamin is. Igen, ma mellett sertészsír. De jól hangzik, ez jól hangzik egyébként. Hoztam magammal egy témát, egyébként, ugyanis ahogy itt szörfözgettek az interneten, azt látom, hogy januárban mindenki nagyon sokan itt változtatni akarnak, és ez a szokásos felvetődő, felmerülő téma, hogy mit csináljak januártól az életemmel. Mekkora hülyeség az gyerekek, és mekkora önbecsapás. Épp erről szeretnék beszélni, hogy itt jó volna ezt a témát, hát most így fogalmazom, hogy helyre tenni, mert januárban az emberi szervezet nincs felkészülve a tisztulásra, szeretném elmondani. És ez egy tévhit, én legalábbis tévhitnek tartom, aztán lehet velem vitatkozni, tehát tavasztól indul meg a szervezetben a méretelenítési folyamatok döntő része. Napsütötte, órák száma növekszik, tehát amikor a növények is kezdenek ugye működni, az emberi szervezet is aktívabban működik. Tehát aki ilyenkor méregtelenítani, tisztítani akar, én azt mondom, hogy majdnem a lehetetlennel próbálkozik, és akkor ilyen ígéreteket olvasok az interneten, hogy egy hét alatt fogyál 5 kilót, és ebben az a baj, hogy aki januárban elkezd fogyni, az szinte biztos, hogy rá fog hízni erre februárban. Kizárt, hogy ezt folytatni tudja, hogy én személy szerint lebeszélném a kedves hallgatókat arról, hogy a drasztikumokat, a nagy változásokat most hajtsa végre. Tényleg eleve raktár az a szervezet, gondolom, nem? Tehát, hogy az egy ösztönd genetikailag, téli hogy zsírt alvás. Halmozol, téli alvás, raktározol. Téli alvás van a szervezetben januárban, tehát ilyenkor megtartás van, és könnyű regeneráció. Tehát én nem vagyok a detoxikálás ellen, de ilyenkor nem tűzünk ki nagy fogyókúrákat, mert nagyon vissza fog ütni. Erről lebeszélek mindenkit.
azokat a plusz zsírtartalékokat, plusz idézőjelben mérgeket, amiket fölvettünk december közepétől kezdve, nyilván egy mértéktartó, zöldségekben gazdag étrenddel, különösen a paradicsomot javaslom, a pritamin paprikát és általában a zöld paprikát, a céklát, lereszelem a céklát, hozzáadok egy kis lenolajat, olívaolajat, egy kis fokhagymát, egy kis reszelt tormát, sárgarépát. Tehát lehet ilyen sima cékla lé, mondjuk jóval drágább nyilván, de hogy az jó, de ez bizonyos idős intervallumig lehet, mert utána elkezd a vese valaminek nem örülni, nem úgy? Vagy céklát egy 2-3 hónap hétig iszol, és hát utána ürítesz, 4-6 hétig a cékla az oxalátos, nem nagyon okoz vesekövet, azért vigyázzunk vele, úgy, ahogy a spenót is. A cékla kúra az igen jó. Én megmondom őszintén, ilyenkor magát a céklát fogyasztanám, nem csak a levét, mert a rostokra azért szükség van. Tehát ugye december közepétől végig nem volt annyi rost a szervezetünkben, túl sok volt a zsíradék, a vaj, stb. Ilyenkor csökkentem a dióféléket egy picit, adom a zöldséget, savanyú káposztát, a grapefruit, a déli gyümölcsök között a grapefruit és a citrom, ami hasznos, mert ugye ezek úgynevezett aromás gyümölcsök, tehát tisztítja az epét. Az epénk nagyon szenvedett valószínűleg az ünnepek alatt, és ilyenkor epetisztítást azt lehet végezni. Ott a Ferinek konkrétan elköltözött az epét. Nem, pont az enyém nem, nem politikai menedékjogot az kérdezik. Feri, mi az ott az erkélyen, kérdezték a vendégek, kiköltözött az epém. Az enyém élvezte. Megpróbált leugrani. Most azt, hogy a hamis gulyástól szenved, az mi? De az enyémtől nem szenved. Annak örülök egyébként, hogy a paradicsomot behoztad, mert januárban azért a hazai paradicsom, az te, az dübörög, mint az állat. A fóliás az van, nem? Hát nem nagyon. Nem az igazi. Ha nem jó az íze. Paradicsom lé. Tehát, ugye a nyáron eltett paradicsom lé. Az máskor nem beszélni nyáron van, a múlva elkezdünk eldurvulni. Ugyanis a likopin, az teljesen hőálló, tehát minden likopin benne van a paradicsom lében, ráadásul az itthon hazánkban készült paradicsom levek, 100%-os levek jó minőségűek, nem tartom abszolút problémásnak, és ilyenkor ezeket nem mondom, hogy lehet vedelni, de egy fantasztikus, jó paradicsomos ételeket lehet készíteni, már csak azért is, mert a gyomrunkat is megkínoszta azért ez az időszak, és a gyomorsav termelés időnként zavart szenved, ezért nehezebben emésztünk egy picit januárban, és a paradicsommal nyilván, akinek nincs túl sok gyomorsava, azoknak mondom, hogy a paradicsomos ételek ilyenkor ezért jobban emészthetőbb. Gyerekek, ez jó! Én ezt megcsinálom, ezt a dúzos üveget. Már most melyiket, amit... Ez öt komponenses dúzos üveges. Én erre kíváncsi vagyok. Kapcsoljuk meg a Gábortól, mert akkor náluk lesz a szag, nálad meg az eszencia. Majd, amikor elkészült. Megcsinálom nálatok, és amikor elkészült, akkor elhozom. Azt mondtad, hogy mennyi ideig kell állni? Meg fogom ezt nézni, mert a kollégám ezt készíti is, ezt a formulát, hogy hát, ha tudnék nektek hozni ebből kóstolót. Nem akartam teljesen egyértelműen erre kiukadni, de örülök a felvetésnek, Gábor, mert a következő az ez lett volna, hogy megcsinálom, ha nem hozol. De természetesen nagyon örülök neki, ha hozol egy ilyet. Évekkel ezelőtt sokáig és sokan vásárolták is, használták, megnézzük, van-e még a piacon. Igen, gyártják el. Csak arra kell, hogy vigyázni, hogy Balázs ne a szerkesztőségbe törje el az üveget. Ha nem már ott ismersz. Az a baj, hogy ismersz. Igen, és tudod, hogy jössz bereges. Mi ez? Bocsi, hogy az asztalod alatt basszus, hát nem belerúgta. Igen. Ja, és elfelejtettem nekik szólni, hogy a fokhagymát vegyék ki belőle. Egyébként a szilva lekvárt ajánlom, tehát minden, úgymond ezeket az eltert dolgokat ilyenkor föl lehet élni. Ugye a szilva lekvár nagyon magas. Azt ajánlhatod, hoztam be egy jövege a Balázs asztalán, találtam meg tegnap belőle, körülbelül az 1/6-oda. Tehát, hogy ő nyitott kapukat döngetsz nála. Én úgy örültem, nem volt ráírva, hogy Jani. Csak az, hogy szilva. Van még egy étel, amikor ilyenkor nem szilvának hívnak. Ki ez itt? Ki lett itt? Szilva? Antalti spenót pártiak vagytok. Nagyon egyébként szeretem. A spenót ilyenkor kifejezetten védőétel januárban használjuk. Aki szereti, aki jól el tudja készíteni, mert attól is... Ezekben a mirelit, tudom, szentségtörést követek el, de... Nem, hát az Gábor sokszor elmondta, hogy a mirelit az egyik legjobb. Mirelit zacskózott, van benne ugye? Még valami? Ha a hogy gyereknek ne? Csináljuk, marad benne, mert hűtik, fagyasztják, utána én fölfőzöm. Hát frissen fagyasztják. Nyilván, hogyha tárolnák hetekig, és utána fagyasztanák, akkor nem, de frissen, ahogy ez elkészült le, vagy betakarították, adnak egy blansírt neki, amennyiknek szükséges, még az ötborsónak, a zöldségféléknek, és ezt rögtön lefagyasztják, és 12 hónap alatt a C-vitamin maximum 10%-kal csökken a fagyasztáskor, a mínusz 18 fokon. Igen, egyébként... én a blansírt nagyon szeretem, most is megnéztem az SMS-eket, hogy ki küldött, és a blansírt. Igen, kell. Én jóban vagyok vele. Én jóban vagyok, nagyon szeretem a blansírt, állandóan SMS-ezünk. Én a múltkor megmondom, hogy nem ismerem, de nagyon örültem neki, hogy panírt.
De szerintem félre ment. Jó. A spenót levélre visszatérve, csak egy pillanatra, hogy lehet kapni ilyenkor is frisset, a baby spenót levelet, remek saláta, és egy ilyen préselt, lesütött császárhús mellé, gyönyörű salátát lehet a spenótból csinálni. De vártok egy pillanatot, elmegyek gyömbér. Hogy vártam már ezt? És akkor te is diétázol ilyenkor, Gábor? Tehát finoman átállsz ezekre, amikről beszélsz? Nyilván nem, tehát kicsit pihenteted. Én folytatom az őszi programokat, étrendi programokat, tehát ma is árpakása volt reggel, csak az a különbség, hogy kandírozott aloét tettem hozzá. Ez egy már akartam kérdezni, hogy mit reggeliztél. Ünnepekről maradt kis csemegem, fantasztikus. Sport. Tehát januárban azt gondolom, hogy nem az étrendben hozunk létre igazán nagy változásokat, hanem a mozgáskultúrában. Ugye mit csinálsz egyébként? Csinálsz valamit? Bikram jók. De mert komolyan kérdezem, hogy sportolsz valamit? De régen sportoltál. Igen, edzőterembe járok újra, és igyekszem nézelődni, vagy csinálni sokat. Stirölni, vagy... Igen, nem spinninges lányokat szoktál. Spinninges lányokat stirölsz, vagy közel. De mit, kardiózol, hát vagy rendes kondi edzés? Most, vagy már, most már kardiózok, uh-huh. Most már kardiózok, mert szükség van rá, és hát a futópad, meg azok az aerob edzések, amik segítik ugye a szívműködést. De semmi gyúrás? De van. De ortodox régi vonal. Emlékszem annak idején, amikor elkezdtem, akkor mindig az volt a cél, hogy nagy súlyt emeljünk, de ugye az ember 40 éves korban már vigyáz az ízületeire, és inkább az a cél, hogy a keringés, a szív. Tehát ugye ülő munka mellett, szellemi munka mellett muszáj, hogy sportoljunk. Úgy hallottam, hogy Balázs teniszezik, nem tudom, Feri, te én elég sokat, gyakran, elég sokat, vagy... de nem csak én, sok minden, sokat sportolok, abban jó vagyok. Jani is sokat sportol, úgy tudom, tehát is sportosak, igen. Vagytok. Úgyhogy muszáj, egyébként a sport hozzá kell, hogy tartozzon az élethez, és én azt mondanám, hogy a téli időszakban, ha lehet, akkor találjunk hetente háromszor olyan mozgásformát. Most azért már vannak szinte minden községben, városban, már időnként nézem a Szilasligeti Művelődési Ház programját, ugye a kis közösségi házunkban is vannak ilyen női tornák. Na, ezt mondd még egyszer, mit nézel? A Szilasligeti Közösségi Ház programját. Nagyon aranyos. Figyelj, hát tényleg egy analóg srác vagy ebben a digitális óriási világban, én nyájkpuszillak. És mi van a közösségi házban, mi a női program? Női torna, Pilates torna, tehát hogyha valakinek szüksége van tornára, akkor el tud járni olyan helyekre, a közösségben is van, mert nem mindenki veszi meg az XY hölgynek a videóját is otthon, mert az unalmas lehet. Hát még szerintem... Jani megveszi az XY hölgynek a videóját, csak Aleskának hívják. Más típusú testmozgás. Így van, de én is javaslom mindenkinek, hogy találjon olyan mozgásformát legalább hetente háromszor, amit a neje is élvez. Az egyébként nagyon fontos. És ha már egyébként Gábor szóhoz, te én is ajánlom mindenkinek a Pesszent Imrei közösségi ház, a PIK programja. Jaj, Gábor, de szeretlek. Jól van. Szóval okay. Indul egy év, és újra belekóstolunk itt néhány reform témában is, reform ételbe. Bízom benne, hogy nagyon hangulatos évet tudunk együtt tölteni, hogyha ti is úgy akarjátok, és hát köszönöm, hogy újra a rovat indulhat, és mehet. Remélem, hogy lesz rá. De figyelj, és a kardiózás, meg a pici kis gyúrás, meg emellett nem fér be valami küzdősport még, hogy mondjuk ilyen, hogyha a hitvitába keveredsz valakivel, akkor egy jó kis sotokán karate technikával. Hát én a tollammal harcolok, és a már nem úgy, hanem írásod. Igen, szemmel szúrom a gombát. Igen, múltkor egy jó Mont Blanc-nál úgy kiszúrtam a szemét. Így van, alért egy nyugdíjas, és csak a 8 diokria védte meg attól, hogy megvakul. Nem, az én fegyverem az a könyv, az írás, a szó, a beszéd. Én ezekkel küzdök, és szerintem ennek is van legalább olyan hatása, mint az erőszakos okay. tettek. Gábor, mi volt a reggelid? Mondd el még egyszer, mivel büntetted ma magad? Kókuszos árpakását készítettünk, és kandírozott aloével, mazsolával. Megfigyeltem, hogy azért te kicsit csalsz, mert általában édeset reggelizel. Te édes szájú vagy, tehát hogy azért azt, hogy elmosoljál egy ilyen kis, nem tudom, zsíros zsemjét, vagy mackó sajta, azért az ritkán hallom tőled, vagy a zsömlítettél mackó sajta, tehát hogy azért te édes szájú vagy. Igen, mert a nap folyamán igazán nincsen több édes étel nálunk. Tehát nálunk az ebéd és a vacsora is alapvetően zöldséges. Viszont reggel annyi édeset, ez, hogy lefordulsz a szék. 16-os cukorral indulsz neki a csütörtök reggelnek. Ma kókuszvirág cukor volt a... Kókuszvirág cukor, megőrülök tőled, nagyon jó. Az árpakásában, amiben nagyon kevés kell, és ugye mivel alacsony a glikémiás index, ezért egy jó cukorfőszívódást tett lehetővé. És lefelé a liftben még elmajszoltál másfél gló aranymazsolát. Nem, én a fekete mazsolát fogyasztom, az aranymazsola az egy kicsit ilyen nemesített, mert abban már kevesebb az anyag. De jó az is. Jó, igen.
Ja, megijedtél már. Na, le, csak teszel 30 éve. Azért, mert olcsó. Hála Isten. Na jó van. Gábor, egy hét múlva folytatjuk, jó? Imádtam, hogy itt voltál. Fél kilenc múlt, pontosan 5 perccel. Várunk közlekedési híreket, mi pedig jövünk, Ákos hírei után. 3:49 van, pontosan jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és hát, hogy mennyire megosztja mi Gáborunk a hallgatókat. Gyerekek, van, aki harcolni akar, és ne haragudjatok, de ez az ember engem idegesít, sofőr vagyok, konkrétan a váltót eszem, olyan éhes vagyok. Nem fogok magvakat enni a madarak elől. Valaki pedig könyörög a receptért, hogy Vegapulis varázsreceptjét toljátok ki a Facebookra, Léci Brown, és hogy imádják Gábort, és hogy mennyi mindent mond. Igen, igen. Na, hát nagyon megosztó, de azt gondoljuk, hogy egy hetes adás időintervallum alatt fél óra kicsit komolyabb és ilyen típusú beszélgetés abszolút bele kell, hogy férjen. Én nagyon kedvelem. Tehát mit mondott az aloaverára? Milyen aloaverát evett ma reggel? Kandírozott aloavera. Kandírozott aloavera. Megőrülök tőle, hogy ezeket honnan szerzi. Nagyon nagy. Akkora forma. Nagyon nagy az. Én imádom. Én tényleg imádom őt. És mekkora élmény lehet, amikor oda megy valaki ez az edzőteremben és mondja, hogy ne haragudj, én még nem fejeztem be itt, azért hagytam itt a törölközőmet. Te akkora rohadék vagy. Nem lehet tudni, nem lehet tudni. Mennyi ne haver, a mázsába én nyomok. Jó, jó, mert én kiló húzva. Személy. Egyébként súlyemelő volt. Igen. Súlyemelő volt. Kicsoda. A Gábor. 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 Hol? Hát én is meglepődtem, együtt voltunk egyszer Gáborral külföldön, és ott mesélte el nekem a szaunában. És látszott a szaunában? Egyébként látszott. Tényleg megvannak szaunáztunk, és ott kérdeztem meg, hogy Gábor. Honnan ezek az izmok? Uh-huh. Ezt ugye nem a legyek hordták össze, Gábor? Nem a szél futta. Mondta, ide. Tegyél még a kályhára, Balázs, és elmesélem. Tettem a kályhára, és elmeséltem. Igen. Súlyemelő volt. Együtt szaunáztunk. Ez a te bicepszed? És ez itt? És ez? Igen? Igen. És ez az ujjabb, nem? Szóval súlyemelő. Csak volt. Akkor még rendesen nevet. Nyilván aztán átért a vegára. Csak mondom egyébként, hogy a súlyemelésben különböző súlycsoportok vannak, tehát nem feltétlenül néz ki minden súlyemelő úgy, mint a Fekete Laci, aki egyébként nem volt súlyemelő, mert ő kézilabdázó volt. Igen. Csak mondom. Nem. Ugye tudom, témaváltás jön. Akarok neked... Várj, akkor picit fejbe rájunk át. Jó? És nekem kell egy 5 másodperc, amíg egy másik téma. 5, 4, 2. Kész. Tessék. Meg vagy? Legyen. Legyen mindig ez a témaváltás? Jó, legyen mostantól ez a témaváltás, jó? Jó. Jó. Üljünk át egy másik lóra. Így van. Gyerekek, témaváltás jön. Igen, érdeklődve figyelünk. Láttátok az UFO-s, a 2015 ja, első UFO-s videóját? Te király. Te király, Feri, vigyünk egy kávét, mondta Jani, és kiment a stúdióból. Na. Hát, az állatok leesik. Azt tuti, mint az eddig összes híred. A hajatok, ja nem? A hajat kihullik, Feri. Nem láttátok? Nem. A mi állatunk leesik. Csak a Feri állata esik le. Aha, gyerekek, érdekes. Érdekes ez a felvétel, és figyelmetekbe ajánlanám, drága vezéreim, szőreim, nagyuraim, ha benneteket nem zavar a következő néhány percecske. Csekélyes életetekből. Hát, már látom. Dél-Kaliforniában készült ez a felvétel, feltesszük a Facebookra, és... Ne hamarkodj el, várjuk meg a végét, beszéljük róla, előbb majd utána, jó? Utána döntsük el, hogy valóban fel tudjuk-e tenni. A videó nagyon érdekes, egy Ken Roberts nevű férfi töltötte fel a különös anyagot, egyébként fent van a YouTube-on, pillanatok alatt 500 000-an megnézték. És... Állítása szerint ő munkából tartott hazafelé, amikor erre a meglehetősen bizarr égi jelenségre felfigyelt, és hát lefilmezte a látottakat. Meteor nem lehet, ahhoz képest nagyon lassú. Ugye mit látunk? Elindítom nektek a videót, és próbálunk közben közvetíteni. Azt látjuk, hogy nagyon lassan az égen egy ilyen tűzgömbszerű valami halad. Ugye? Tényleg. Baromi lassú, olyan, amikor a meteor bejön a légkörbe, elkezd elégni, egy ilyen üstökösszerű csóvát húz maga után, és aztán szépen ugye felrobban a légkörben, vagy ha nem tud felrobbanni, akkor becsapódik. Na most ez így megy, és a 17. másodpercnél történik valami nagyon érdekes dolog, várjátok, kirakom nagyba. Nem, lemerül a kamera. Nem. Figyeld, 14-15. Eltalálja a villanyoszlop. Úgy néz ki, mintha neki menni a villanyoszlopnak. A következőnél pedig ezt látjuk. Aha. Az anyja, katapultát az UFO belőle. Katapultát! Te oda nézd, megy tovább a nagy csík, azt egy kis gömb kimegy. Igen.
Ugye az történik, hogy megy tovább ez a kis valamilyen égőtárnak látszó valami, ami csóvát húz, és ez a 17. másodpercre valami kilő belőle. Hát én is mindjárt magam alá töltök valami különleges anyagot. Kilősz belőle. Tudtam, hogy szeretni fogjátok. Ez jó pofa. Nem tudják megmagyarázni, azt mondják, hogy egyébként megvizsgálták a videót, valószínű, hogy nem hamisítvány, de nincs rá egyértelmű magyarázat, hogy mi az, ami ilyenkor kilő. Megnéztek különböző robbanásos videókat, amikor ugye a meteor így felrobban, és akkor a különböző szikrák, kődarabok azok így kilőnek, de hogy totálisan az ellenkező irányba indul el, nagyon gyorsan, és olyan, mintha valami kilőne ebből az égő tűzgömbből. Az nem lehet, hogy csak ide járnak üríteni a budiukat? Az űrhajó budiát, érted? Akkor a csillagközi utazások alatt csak összehoznak egy nagyobb csapatot. De jó, de nem jó, mert ha ez az igazság, hogy ide járnak budit üríteni, akkor léteznek, érted? Tehát szemen köpöd önmagad megint. Figye, most nem jó. Én bevallom őszintén, hogy az esetek 65%-ában azok a videók, amiket hoz Balázs, nem győznek meg annyira, meg nem annyira izgalmasak. De ez most jól néz ki. Ez szerintem most mutatós, is jól ez néz ki. Most, ez most vagány. Tetszetős? Igen. Na most az, hogy a három perces videóból miért csak 20 másodpercet mutatsz meg, nyilvánvaló, a többiben leplezik le az egész. Nem, semmi nincs, utána megy és veszik, nem, hogy mennyire lassan megy. Ott a kilövés, nézd meg. Aha. És valami elstartol. Érdekes. Tök és jó. Kilő és ellenkező irányba megy, ráadásul ugye. Mi van? És hiszem, hogy zavarban van szegény, mert nincs akkor a nagy látószög nála, hogy most melyiket kövesse. És ezért egy kis zavar mutatkozik be. Érdekes. Én imádom az ilyen videókat. Csillagászok elemezték, nem nagyon tudják, megnézték, amikor sajnos ugye űrhajó robban fel, vagy a meteoritok robbannak fel, de hogy nem ilyen légköri jelenségek zajlanak akkor. Hogy totálisan egyértelműen gyorsabban, mint az eredeti céltárgy, ugye kilő és az ellenkező irányba indul el. Feltesszük a Facebookra, nézzétek majd meg. Ez jó pofa egyébként. Az nem lehet, hogy egy fénypostát küldött Pataki Attilának? Igen. Valahol Dél-Kaliforniában történt az eset, de 3 perc múlva Attila háza fölött megjelent a posta, és hamar ideért. Ugye, hogy érdekes? Nagyon. Ez jó pofa. Na, mit mondtok ti, szkeptikusok? Mondjatok egy elfogadható magyarázatot. Nyilván nem tudtok. Erre? Hogy ez mi? Mi az, hogy nyilván nem tudtok? Nyilván azonnal ez már a földön térdeltek, hátratett kézzel, és azt mondjátok, hogy egyszerűen nincsenek érveink ezen meggyőző videó ellen, de nem tudtok ellenérveket mondani, hogy ez mi a fene lehet. Ugye azt mondják, hogy egy UFO katasztrófát látsz, amikor is ugye kilő, vagyis katapultál hát valami belőle, de nyilván UFO, ez csak egy teória. Tehát akkor lenne UFO katasztrófa, hogyha látnánk, hogy az a tárgy, vagy az az üstökös-szerű valami, amiről eltávozott az a kis buborék, utána megsemmisül? Nem semmisül, megy végig az égen, és katasztrófa. Valahol eltűnik, nem néztem végig, megmondom őszintén. Valamin a hajba kaptak. És akkor majd megállnék. Jó, akkor én elmegyek a mentőkabilla. Megyek tovább, amerre akarok. Jó, akkor én megyek, hogy hívják rá. Megyek Pestre. Találkozok Attilával. Találkozom Attilával. Igen, biztos valami kis szoba, ahol meghúzhatom magam. Na mindegy, szerintem meggyőző. De jó pofa. Meggyőző. Nagyon. Ez sem? Hát nem tudjuk, hogy mi, nem tudjuk, hogy hogy, azt most bárki csinálhatta, érted, ez gyakorlatilag azt írva, hogy a fosztos bugybók a védelmi reakció. Az lehet. Na, tessék, vagy ez egy szilveszteri felvétel, amikor az egyik petárda kilövő ilyen állomás eldőlt oldalra, az ugye a viszintes csík, és keresztbe egyébként New Yorkból átlőttek rajta egy másikat, hát mit tudom én. De ez most ettől miért ufó, hogy kijön belőle? Na, a feleset ugye, csak kíváncsi voltam, el akartam mutatni, nem tudom. De nekem tetszik. Nekem tetszik. Én mondom, én örülnék neki, hogyha kiderülne, hogy tényleg vannak, és én, mivel azt mondják, hogy a világegyetem az egy határtalan dolog, tehát hogy valahol kell lennie benne a nagyszámok törvény alapján is valamiféle életszerű dolognak, nem is feltétlenül olyan formában, mint a miénk, de valahol kell lennie. Ezt én is osztom. Viszont ezek akkorák ezek a távolságok, hogy mivel tudják ezt átadani, lehet, hogy semmivel. Tehát, hogy én bízok benne, vagy én hinnék bennem szívem szerint, hogy léteznek. Te hajladozol. Te hajladozol, öcsi. Te mész át arra az oldalra. Meggyőződésem egyébként, hogy nem ufók. Tehát én nem kicsi güggülű szemű lények. Szóval évek óta mondom. Ha nem? Hogy mi vagyunk. Mi vagyunk az ufók? Igen. Hogy önmagunk vagyunk. Ami egyébként azóta már nagyon sok filmben megcsináltak, nyilván nem azóta, mióta én mondom. Kicsit fáj a dolog, de hogy ezt már évekkel ezelőtt elmondtam itt a rádióban, ezt az elméletemet, és ugye a Christopher Nolannek az új film is erről szól. Hogy nem mások, mint mi. Tehát önmagunkhoz jövünk vissza. Ők a jövőből, ő lehet, hogy a Sebestyén Balázs lőtte ki magát. Mindig azt szoktam csinálni, amikor szóba jön ez a Nolan film, akkor utána várok egy kicsit. Hogy elfelejtsem azt, amit mondtál vele kapcsolatban, hogy végre meg tudjam úgy nézni, hogy nem tudok róla semmit. Most megint előttem az első három. Most elfelejtettem, hogy mit mondtál a múltkor, és most megint behoztál egy rohadt részletet, ami fontos. Már pont megnéztem volna. Megint várhatok 2 hónapot.
Tehát tulajdonképpen mi történik? Most még nem vagyunk képesek erre. Elméleti fizikában már igen. Ugye? Tehát ott már azért nagyon sok minden megtörténhet. De az csak az elmélet. De mi van, a 300 év múlva képesek leszünk olyan dolgokra, amit most még csak az elméleti fizikában tudunk. Lásd, mondjuk időutazás. Az idő paradoxon átugrása. 400 év múlva ezt meg tudjuk csinálni, és nem történik más, mint hogy 400 éves jövőbeli énünk jön vissza 400 évvel ezelőtti múltunkba. Tehát tulajdonképpen önmagunkat látogatjuk. És mondjuk segítünk önmagunknak az önmagunk elpusztítása ellen. Érted? Ez érdekes, igen. Tehát, hogy nem pici gülüszemű lények jönnek, hanem mi vagyunk fönt az égen. És próbálunk meg javítgatni? Próbálunk meg javítgatni, próbáljuk meg elkerülni az atomháborút, próbálunk segíteni, próbáljuk emelni a rezgésszámot, próbáljuk elkerülni a világháborúkat, tehát segítünk kvázi tulajdonképpen, mert ha megtörténne most a világháború, az az ő jövőjüket is befolyásolná. Ezért mi magunkat látogatjuk, és magunkhoz jövünk vissza. De 400 évvel később énünk jön vissza, mert miért ne jöhetne 400 évvel később énünk vissza, ha addigra képesek vagyunk az időutazásra? De miért nem tömegesen jövünk vissza? Hát honnan tudod, hogy mennyien jövünk? Azt nem lehet tudni. Hát mert hogy hívják? Mert érte, Gáborból is csak egy van. Értem én, hogy ő jövőből de lesz, a jövő, van, csak a többi nem azt mondom, hogy de nem azt mondom, hogy Gáborok jönnek vissza, és tönkölybúzát etetnek velünk az. nem Vadó Jánosok jönnek vissza, hanem 400 évvel későbbi leszármazottaink érkeznek vissza hozzánk, és segítenek bennünket, mondjuk. Hiába ugatom, hogy mossátok el azokat a rohadt műanyagos dobozokat. Nem értitek, hogy megfogjátok ölni magatokat? Vagy egy elképzelt jövőt segítenek elkerülni, és azt mondják, hogy két választás van. Vagy elpusztítjátok önmagatokat. Aha. És az mondjuk egy következő időség, vagy pedig segítünk benneteket saját magatoktól megmenteni. Tehát az egészséges ételekkel például nem, Gábor attól, hogy fölismeritek, hogy micsoda érték van a kezetekben, mondjuk az univerzumban egy élő bolygónból kevés van, és ezt ne pusztítsátok el, és mi magunkat figyelmeztetjük. Aha. Önmagunkhoz jövünk vissza. Nem mások jönnek hozzánk. Na, de akkor Gábor jött vissza hozzánk például. A fiú, aki az előbb itt ült, egy 400 évvel idősebb ember. Te se tudsz semmit a múltjáról, látod? Azon kívül. Azért a testalkata alapján lehetne egyébként földön kívüli, de kevésbé. Kevésbé gyanítom. Na mindegy, nem érdekes. Nem érdekes, izgalmas dolog egyébként. Igen. Meg hát ugye jó. Mi azt várjuk, hogy olyanok legyenek egy picit, mint mi. Mi van? Mi mondtad? Ja, semmi témaváltás akartam. Ja, mi van? Oké, köszön, lezár. Na mindegy, majd legközelebb elmondom. Jó, témaváltással megyünk tovább. És most bár... visszaváltottunk, akkor elmondhatom? Hármas ugrás, játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt, Nóri vagyok. Nóri, szia Nóri, honnan hívsz minket? Budapestről. Sokat kaptam az előző témától. Mi is ide, igen. Láttad a videót? Nem, még nem néztem meg. Érdekes. De megfogom. Fönt lesz a Facebookon pillanatokon, nézd meg, 3 percet jó. Fönt van, integet Laci. 2 percet érdekes rá, érdemes rá, szerintem erre elgondolkodik, hogy mi a fene lehet. Aztán lehet, hogy 3 nap van megjelenik, hogy az egész egy nagy kamu, de maga a videó az jól nem, néz ki. Nem azért integetett, mert fönn lesz, hanem megy haza. Ja, az. Fent van, fent van, nem haza megy, igen. Nóri, honnan hívsz minket? Budapestről, és igen. Mit csinálsz? Hát én kismama vagyok, itthon vagyok a kislányommal. Ó, büfisztetsz. Hát azt már kevésbé, mert 1 éves. Nem magadra gondoltam. Ja, igen, én szoktam fekni. Hát hogy hívják? Abigailnek hívják. Ó, de érdekes Szabó Magda a regénye után, vagy hogy? Van benne, igen. Tényleg? Az, hogy nagyon szeretem, igen, nagyon-nagyon szeretem a Szabó Magdának ezt a művét, de igazából az utónép szótárból néztük ki, csak így nagyon megakadt rajta a szemem, elgondolkoztunk rajta, és akkor végül ritka, szerintem kevesen adják a Bigél. Komolyan? Jó. Igen. Én is imádtam Piros Ildikó miatt. Igen, nagyon jó színészek vannak benne, most adták megint le az egyik csatornán karácsonykor. És alszik éjszaka? Hát figyelj, 1 éves, úgyhogy igen. Most pont reggel nagyon korán kelt, úgyhogy az Anna meg is hallgatta, hogy üvöltött, mint az őrült, de most bedugaszoltam a száját, úgyhogy... Mit tettem? Egy rúdú borkát, vagy egy hámozatlan banánt, vagy rákocsi? Igen, de adtam neki a kis cumikáját, úgyhogy most megpróbál aludni a drága. Na jól van. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy hát szerintem simán vihető. Vihető? Vihető. Na, menjünk akkor? Menjünk. Így szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Milyen állat a magyar bucó? Hal. Így van. Illik is tudni, hiszen tavaly még az év hala volt. Hogy mennyire nem érdekel ez. Ide viszont már kiütötte a nyerekből, illetve a szágból a kecsege. A kecsege.
Igen, hallgattam. De most tegnap. Miért kell tőlem ilyeneket kérdezni, hogy kecsege? Ön kecsege. Légy őszinte. Balázs, ön kecsege. Mehetünk tovább? Igen. Itt van a második kérdés, sapka sálér. Az. Melyik sporták szakifejezései a nyitás, az ejtés és a sáncolás? Röpi. Így van. Jó, elfogadjuk. Röplabda. Igen. Nagyon jó vagy. Nagyon jó. Na, mit csináljunk? Hát azt mondom, hogy szerintem menjünk, ha már idáig meg vagyunk. Hát ha. Jó. Akkor de nagyon izgulok, úgyhogy vegyétek tekintetbe, hogy lehet, hogy lesz egy kis segítségkérés. Itt a gép előtt ülök. Ülsz a gépen. De rendes vagy, hogy elárult. Mm. Akkor viszont hát egy picit rövidebb időt hagyunk a válaszra. Hát azért ne. Hát a gép előtt ülöknek egy kicsit mindig. Mehetünk? De egy varró gép előtt ül. Igen, egy varró gép előtt. Mehetünk? Ahogy mondja Jani, igen. Így szól a harmadik kérdés. Mi volt Spanyolország hivatalos fizetőeszköze az euró bevezetése előtt? Sajnos nem. Tényleg, hát ne haragudj. Hát mondtam, hogy aki gép előtt ül, egy kicsit kevesebb időt hagyunk. A kutyafádat, hát... Hát de hát ez így nem érvényes. Nyilván, hát csak humorizáltam. Na, mi volt Spanyolország hivatalos fizetőeszköze az euró? Az euró bevezetése előtt? Jól gondold meg? Ez a ta. Azért. Na, hát így van. Mert egyébként nagyon be voltam szarva, mert ha bummoznom kéne most, akkor a gyerek fölébredne, és így csak halkan tudtam volna bummozni. Hát mi is be voltunk fosva, mint az állat. Tetszik, hogy ez egy anya szájából, ez mindig számomra gyönyörű egyébként. Van benne valami kicsit erotikus, amikor egy nő így csak így kimondja ezt így hirtelen. Jó, hát nagyon izgulok. De belefér, ez nincs ezzel baj. No. Én egy kicsit húztam az időt a tiltakozással, hogy ne legyen ilyen rövid az idő, úgyhogy ezt szeretnétek. Humorizáltunk csak, tudod. Hát tudom, én is. Nóri, megvan az ajándékcsomag. Gratulálunk, küldjük neked, jó? Köszi! Ebből csak az órát dedikáljuk sapkasához, meg a nyakbaakasztóhoz, nem nyugodj hát, most. Jó? Rendben, jó van, jó van. Köszi! Köszi a játékod! Sziasztok! Hello. Ciao! Hello! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra múlt 1 perccel jövünk Ákos hírei után. Ugye mindenki hallotta tegnap, hogy mi történt, milyen sajnálatos esemény történt a francia fővárosban, úgyhogy hívjuk Nógrádi Györgyöt, a biztonságpolitikai szakértőnket. Egyrészt, hogy meséljen nekünk kicsit konkrétabban a tegnapi eseményekről, valamint az események hátteréről, mert sok a kérdés, amit szeretnénk tőle megkérdezni, úgyhogy vele folytatjuk Ákos hírei után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 15 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és kaptunk közlekedési híreket, úgyhogy szemezgetünk. Hajrá! Megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Utakon. Azt mondja, hogy Miskolc és Sátorolja Újhely 37, hóesés nincs, takarítva sós autók sehol. Hát ez egy elég érdekes esemény. Csabika küldte nekünk. M3-as Debreceni lejárójától Nyíregyháza felé szakad a hó. A pálya nincs takarítva. Futár Ati küldte nekünk. Szemem láttára koccant két autó a Volt Skála melletti pláza aluljárójában. A 11. kerületben egyébként is nehéz itt átkelni reggel, de ebből itt dugó lesz. Ezt Ombi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Baleset van a 84-es számú főúton, a 49-es kilométernél félpálya foglalt autó a lejtőn, mindenki menjen óvatosan, valamint a 60-i vonalon a vonatom ismét késik 25-30 percet, ez van már a negyedik napja. Szegények, te jó Isten! Zoli küldte nekünk. Orci téren sárga villogó és lámpa van, és dugó is van, üzeni Levi, és az Örs előtt, 3-as Kocsakerepesi úton a Népstadion felé, ezt Berni küldte nekünk. Köszönjük szépen! Ezek egyébként a legfrissebb közlekedési hírek voltak. Valamint most jött, az M3-ason a 130-as kilométernél Nyíregyháza felé van egy baleset, és ezt többen kérdezik, hogy mi a torlódás oka. Ez pontosan, ez Zoli és Yang is elküldte nekünk. Köszönjük szépen.
Na, itt még van egy érdekes dolog, egyébként az UFO-s videóra. Reagálva. Várjál, nem nyerít. Várjál. De már témaváltás volt, ja, úgyhogy már nem térünk erre vissza. Meg maradjon Puskapor legközelebb, le is, mert hát élek a gyanúperrel, illetve élünk, hogy azért meg elő fog fordulni ez a téma a Morning Show-ban, az elkövetkezendő egy évben, 2015-ben a kecsegei évében. De nagyon érdekes egyébként az időutazással kapcsolatos paradoxonok, hogy azokat hogy oldott föl, szóval én belegondolni is őrület. Akarsz róla most beszélni, vagy nem? Egy mondat erejéig. Na jó. Mert ugye azt írják a hallgatók, és jogos. Picit jogos az észrevétel, de igazából nem jogos. A történet, hogy miért jöttek vissza? Hiszen ha megsemmisül a világ, akkor nem tudtak visszajönni, uh-huh. hogy megakadályozzák. Ha pedig visszajöttek, akkor nem semmisült meg. Hát ez tehát az időparadoxon lényeg. Oké. Okay. Illetve ez is meg pontosan. Nem magyar paradoxon, hát pont azt nehezményeztem az előbb, hogy nem tömegével jönnek vissza, hanem csak néhányan, ők a túlélők. Na, itt van az egyik, de ha 500 év múlva szűnik meg a világ, pusztítja el önmagát a mi világunk, akkor ennek 400 évvel ezelőtt már lehet olyan látható nyoma, ami miatt érdemes visszajönni, hogy ne csináljátok. Tessék, feloldottam. És megoldottam. Igen, picit veled voltam, ennek most nem örültem, mert én ugye általában UFO kérdésben a másik oldalon vagyok, de hogyha ezt fel akarod oldani, 500 év múlva megszűnt, 400 év múlva már látod, tehát visszajössz, hogy gyerekek, ne így csináljátok. Na puf. Na, tessék. Mind a ketten egy kicsit nekifújtuk a szelet most. Igen, érzed, és ugye? Ezzel gyakorlatilag megóvtuk a hallgatókat attól, hogy most még 3,5 perc keresztül folyamatosan. Jó, de akkor azt az időparadoxont old föl, hogy mondjuk holnap valaki lehetségessé teszi az időutazást. Igen. És visszautazik 50 évet. Találkozik a te anyáddal, mielőtt téged megszül. Mondjuk te magad, te nem ismered, megharagszol rá, és mondjuk megölöd. Igen, akkor én már nem születhettem. Te hogy születsz meg? Sehogy. De már vagy, tehát nem fogsz meghalni. De hát nem lehetsz. De hogy, de hát ez megölted az... Megöltem a saját anyámat. Ja, de ezt fel kell tudni oldani. Is. Akkor találkozol a nagyszüleiddel. Aha. És megölöd őket. Mielőtt te már úgy utazol a mellkasod a disznósíra. De te már úgy utazol vissza, hogy te létezel. Ami azt jelenti szerintem, hogy abban a pillanatban, hogy te mondjuk megölted a saját szüleidet, abban te is fölkiáltasz és elmúsz, mert szerintem nem. Hanem egy több síkon... Hát szerintem onnantól kezdve leválik, és egy párhuzamos dolog indul el azzal az élettel. Vagy csak azt hiszed, hogy megölted a nagyszüleidet, de az ő nagyszüleik disznózsírral bekenték a nyílt egyrészt sebet, pókot tettek rá. Mert az időutazás egyszer lehetőségünk lesz rá. Tehát ugye az elmélet fizikában tényleg van. Na most, ha csak tényleg 50 évet utazol, és megteszel bizonyos lépéseket, hogy ne szülessél meg, akkor te hogy vagy? Hát igen. Akkor te hogy lettél? Na, kiből? Kitől? Vagy így utólag is elnézést kérve a nagyszüleitől, Feri, kiderül az, amikor megölöd őket, amiről már pletykáltak régóta a faluban, hogy közöbb nincsen hozzájuk, te zabi gyerek. Igen, szóval érdekes dolgok ezek. Van egy nagyon jó film, nem jött be a magyar mozikba. Ezt nézzétek meg. Ez a Titanic 2. Nem. Ez arról szól, hogy Coherence az a címe. Nagyon-nagyon érdekes. Aki szereti az ilyen időparadoxonokat, meg párhuzamos univerzumokat, szenzációs film. Arról szól, hogy érkezik egy üstökös fölénk. Egy 5 nap alatt forgatták az egész filmet, egy ilyen kis költségvetési film, de nagyon-nagyon jó. Nem akarok spoilerezni, tehát úgy mondom el, hogy ne lőjük el. És ül egy társaság bent, és egy baráti vacsora zajlik. És egyszer csak mindenkinek eltörik a telefonja. És nem tud telefonálni. És kimennek és megnézik az üstököst, és az egész faluban, vagy városkában, ahol üldögélnek, hogy sötét lesz. Kimennek, és rájönnek, hogy sötét van, de egyetlen egy házban ég a villany. És átmennek abba a házba. Ő az UFO. Annál sokkal durvább. Annál sokkal durvább. Elmondok egyet csak, és onnantól kezdve el lehet kezdeni gondolkozni, ez nem spoiler. Írnak egy papírra egy feliratot, hogy mi vagyunk a másik ház, gyertek át hozzánk, most direkt nem teljesen úgy mondom, hogy a filmen történik, gyertek át hozzánk, átmegy két ember a házból, és felteszi a másik háznak az ajtójára azt a cetlit. A világítós ház ajtajára? A világítós, hogy gyertek át hozzánk, mert nálunk is ég a lámpa. Visszamennek, és abban a pillanatban azt hallják, hogy valaki motoszkál az ajtó előtt. Kimennek, és megtalálják azt a cetlit, amit ők tettek föl a másik háznak az ajtajára. Két síkon mozognak. És innentől kezdve kiderül, és ez még mindig nem spoiler, mert a végén nem lövöm el, hogy a két ház az tulajdonképpen egy és ugyanazon valóság. Csak más időségben. Ugyanabban az időségben vannak, és az egyik ház elmegy és csinál valamit a másik házzal, az első házban is ugyanúgy megtörténik, hiszen önmaguknak csinálják. És
innentől kezdve indulnak a bonyodalmak, döbbenetesen jó. Egy kis költségvetésű skifi, 5 nap alatt forgatták le, Koherenc az a címe. Így van. Nem csodálom, hogy nem jött be. Neked a hajad kihullan a 3 perc alatt. Döbbenetesen jó, hogy a párhuzamos idősíkok és mit csinálsz, és hogy jönnek rá, és mi történik, és mi a vége. Szenzációs film. Ha szereted ezeket az időparadoxonos dolgokat, megőrülsz. Viki úgy aludt mellettem, mint a Buddha. Viki, nézd már! Nézd, halott! Ha felvette a papírt! Nézd! Úristen! Jézus! Úristen! Vége van már ennek a... Ne, hogy mondhatsz ilyet? Hát, persze, hát hogy mondhatsz ilyet? Nem mindegy, Coherence. Igen. Aha. Töltsd le. Nos, nézem egyébként itt az IMDB-n. És egész jó pontszámot kapott. A zenéjét egyébként Leonard Coherence. Istenem, hogy nektek komolyan valami pici, ami elgondolkodtatóat, komolyan. Leonard Cohen. A másik jó. Az Ethan Hawke-nak van egy szenzációs film, az Időhurok. Nézzétek meg, az is az időutazásról és az időutazás paradoxonjairól szól, Időhurok. Ráhurkolja saját. A jövőben létezik egy ügynökség, akik úgy dolgoznak, hogy mindig egy ügynökségi ember visszamegy a múltba és megakadályozhat valamit. És Ethan Hawke az időügynök, aki visszautazik a múltba, és találkozik ott valakivel, és elkezdik az ügyet felgöngyölíteni. És olyan csavar van benne, hogy megbolondulsz. Sose fogod megnézni, de teljesen. És lejár az órája később. Igen, egy G-Shock, és lemerül a G-Shock. És most van egy... Nem, de nagyon jó. Nagyon jó, Időhurok. Én imádom, az összes ilyen filmet imádom. Nézzétek meg, szenzációs. Nem láttad te sem? Mit? Nem láttad? Nem, még nem mertem. Még nem mertem. Már menjek, mert, hogy félsz, vagy átmenjek, átjössz hozzám, és összebújjunk. Igen, valaki fogja meg a kezemet közben. Nem mertem, féltél? Nem, még a hozzászólások, meg a vélemények alapján. Néha egy picit így elkövetem azt a hibát, hogy ráfutok ezek, elkezdem olvasgatni. De nem szabad. Nem hát, ami érdekel, nézd meg, és döntsd el te, hogy miért. Nehogy már 100 kommentelő dönts el helyetted. Hát nem, de pont az a baj, annyiszor dicsérted már, hogy most már biztos, hogy nem akarok. Te szemét, mert olyan rossz filmeket mondok, mi? Nézzétek, ezek Időhurok és Koherenc, az a cím, egyik se jött be mozikba egyébként. Na, ennyit erről. Most azonban egy komolyabb témával folytatjuk. Ugye mindenki hallotta, vagy gondolom sokan hallották, nálunk is szó volt a hírekben, és hát tegnap mindenki erről beszélt, különböző hírműsorokban, híradókban, hogy mi történt egy szatirikus heti lapnál, ugye egy terrortámadás Párizsban. És megdöbbentő videók kerültek föl arról, hogy ugye hogy történt ez a terrortámadás, újságírók, akik fel tudtak menekülni a tetőre, a szerkesztőségből tulajdonképpen végig videózták az egészet. Tehát test közelből láthatod az erőszakot. Tényleg elképesztő a videó. Közben nyilván rettenetesen nyomasztó is. És ugye arról beszélgettünk mi már itt korán reggel, hogy azért megdöbbentő, mert amíg valahol valamilyen háborús fronton mondjuk a NATO katonái, az amerikai katonák és mondjuk iszlamisták harcolnak egymással, nem érzed az egészet test közelben, hogy egyet értesz vele, nem értesz vele egyet, kinek mi a meggyőződés, ez tulajdonképpen mindegy is, de valahol egy messzi országban zajlik valami. Viszont amikor ez ilyen test közelbe kerül, akkor jön rá az ember, hogy Atyaisten, mennyire sebezhetőek vagyunk mi, mennyire sebezhető lehet a mi városunk, a francia főváros, az angol főváros, és hogy tulajdonképpen itt vannak közöttünk. Ugye? Nem is tudunk úgy csinálni, mintha ne lennének. Radikálisan gondolkodó, az iszlám vallás szerintem egyébként teljesen félreértelmező emberek, akik nyilván hitből, meggyőződésből, vagy bármilyen más ambícióból. Hát, vagy ezekre hivatkozva. Vagy ezekre hivatkozva, vagy valamit félreértelmezve, vagy egyébként egy meggyőződésből, mert ők neki úgy fordít valamit, ami a saját meggyőződésének igaza. Egyszerűen civileket ölnek, és ártatlanokat. Aztán olvas itt az ember rengeteg mindent, kérdés, hogy a szatirikus heti lapnál dolgozókról mit mondanak, ugye? Ez is egy nagyon, nagyon éles kérdés, és erről is kérdezzük mindjárt Nógrádi Györgyöt, hogy közben szükség van-e ilyen karikatúrákra, amikor például tudják. És ugye Franciaországban azért a sajtószabadság az nagyon-nagyon fontos, és hát a liberalizmus elveit is vallják, és azt mondják, hogy már pedig ez bele kell, hogy férjen, és a szatirikus heti lapnak van létjogosultság ebben az országban. Közben azért az érdekes dolog, hogy tudják pontosan, hogy az ilyen karikatúrákkal ők mit váltanak ki, mégis azt mondják, hogy nem szüntetik be, mert erről szól maga a sajtószabadság, hogy ezeket igenis le lehessen rajzolni. Hát a mostani információink szerint a két elkövető, akiket ugye gyanúsítanak, nem volt az iszlám állam tagja, ugye? Nem. Tehát, hogy ezért érdekel. Nagyon sok mindent mondanak. Igen, nagyon sok mindent mondanak, csak egy kicsit visszagondolva, vagy visszautalva arra, amit te mondtál itt a sajtószabadságról, hogy ez nem tudom, hogy őket zavarja vagy sem, de hogy nem ők tették meg ezt a lépést, hanem két francia ember. Igen. Ez is egy érdekes. De hát egyre többet lehet egyébként már olvasni, hallani, meg az ember maga is rájön erre, amikor hallja ezeket a híreket, hogy nagyon sokan hivatkoznak már
a hitükre, nagyon sokan hivatkoznak a muszlimságukra, az iszlámra, amikor elkövetnek különböző terrorcselekményeket, és maguk a muszlimok mondják azt, hogy ezek az emberek nem azok valójában, mert hogy az iszlám szerint nem követhetnének el ilyesmit. Igen, tehát a terrorista az terrorista, ez más az iszlám nyilván. Ez csak egyfajta ürügy arra, hogy elkövessék ezeket a merényleteket. Igen. És a, igen, tehát a terrorista az terrorista marad, igen, és a terroristának a terrorvallás ugye kiadtak egy közleményt is. Na, megkérdezzük mindjárt az ügy hátteréről, ami biztonságpolitikai szakértőnket, Nógrádi Györgyöt. Jó reggelt kívánunk, hello! Szerbusztok, a lány csinosabb, mint ide, azért válaszolok. De köszönjük, nagyon drága volt. Annával beszélgettetek egy kicsit, itt láttam. Hála jó Istennek, sokkal aranyosabb, nagyon érdekes, mondjátok. És szebb is. Na, hát ilyenkor lendülsz te akcióba, amikor ugye van egy sajnálatos esemény, és gondolom, hogy nyilatkozol, jössz-mész. Magát az ügyet azt nyilván ismerjük. Hol tart most, vagy mit gondolnak, hogy mi áll, ki áll a hátterében, mit tudtok most, mik a legfrissebbek? Kezdjük a legelején, tehát a legfrissebbekkel. A francia rendőrség, titkosszolgálat, csendőrség természetesen egész ilyen dolgozott, és már rengeteg dolgot nyilvánosságra hoztak a két testvérről. Átvizsgálták a Reims-i lakásukat, természetszerűleg a parikat nem találták meg ott, de az egyikről már közzétették, hogy 2003-ban önkénteseket gyűjtött Irakba az amerikaiak elleni katonai föllépéshez, ezért kapott 3 év börtönt. Hasiszed, különböző instabil akciói vannak, tehát gyógykezelés alatt át, és mondott egy olyan mondatot a francia rendőrség, amin én fölkaptam a fejem, Szíriába kapott kiképzést. Na most jelenleg ott tartunk, és számomra ez legfontosabb, hogy mindenki elmondja, hogy részvét, gyász, stb. De amikor ezen túl vagyunk, akkor azért meg kell vizsgálni, hogy Szíriába kiktől kapott kiképzést, ugyanis jelenleg folyik egy rendkívül aktív francia politika az arab világ irányába. Elnézést, tegnap előtt kapott utasítást a francia flotta zászlós hajója, a Charles de Gaulle repülőgép hordozó, hogy induljon el a szíriai partokhoz, és kezdjen el részt venni a háborúba az iszlám állam ellen az amerikaiak oldalán. 3000 francia harcol Maliba. Franciaország előbb küldte repülőgépeit Líbia ellen háborúba, mint hogy az ENSZ döntés megszületett. Tehát ez az egyik oldal. A másik, amiről ma nem beszélünk, hogy a francia kormány fölkérte ezt a szatirikus lapot, hogy ne közölje ezeket a rajzokat, mert irritálja a muzulmánokat. A harmadik, amiről nem beszélünk, hogy ma reggel a német sajtó nagy része ilyen a sajtószabadság címén leközölte ezeket a rajzokat. Tehát rengeteg olyan dolog van, amit akkor kezdünk el elemezni, amikor túl vagyunk a temetésen, és idézőjelben jön a napi rutin. 2012 óta Franciaországban a Le Pen vezette szélső jobb teret nyer. A francia gazdaság vergődik. Tehát rengeteg olyan probléma van, amire választ kell adni, de nem ma. Te is azt gondolod akkor, hogy ezek a muszlimokat gúnyoló karikatúrák felesleges provokációk? A válaszom az, hogy ez alatt 20 év alatt 12-szer ment bíróságra, mert a francia katolikus egyház jelentette föl őket. Rendkívül csúnya publikációkat tettek közé és rajzokat a zsidókról és muzulmánokról. Én nem akarom ezt megítélni, de meggyőződésem szerint egyik oldalon azt mondjuk, hogy ilyen a sajtószabadság. A másik oldalon, ha keresztények ellen lejönnek írások vagy rajzok, az egész keresztény világ fölzúdul, teljes joggal. Tehát nem óhajtom eldönteni, hogy célszerű volt-e. Akár célszerű volt, akár nem, ezeket az embereket kivégezték. Ráadásul rendkívül mocskosan, ráadásul a két rendőr, aki védte őket, az egyik muzulmán volt. És van még egy megjegyzésem, és ez sem a ma kérdése, majd hónap után. Az összes muzulmán szervezet Európában, a magyarok, németek, franciák, tehát ahol ezek vannak, elhatárolódtak. De a muzulmán világban jó pár ember hitettet mellettük. Tehát semmi nem fehér-fekete, még egy. Két napja tették közé a svédek, hogy Svédországban a lakosság 4%-a muzulmán, de ők követik el a bűnesetek 77%-át. Tehát a kérdés az, hogy ez a merénylet mindkét oldalon a szélsőségeseket felerősíti, mi lesz a hatása? Utolsó megjegyzés. Én voltam olyan hülye, hogy az éjszaka nagy részében néztem a különböző nyugati hírcsatornákat, ahol a Brit Királyi Akadémia professzora bemondta, hogy úgy számolnak, hogy az iszlám államból hazatérő európaiak 10%-a merényletet fog végrehajtani. Bocs, 2000 francia, 800 brit, 600 német. Ennek a 10%-a egy életveszélyes vegyület. Még egy, nem beszélünk róla, de december 20, 21 és 22-én Franciaországban már voltak merényletek. Egyének hajtják végre, nem nagy
csomagcsoportok, tehát rendkívül nehéz őket felderíteni, tehát a terror új fajtája jelent meg Európába, amire Európa nincs teljesen. Hát igen, de ezt az iszlám állam egyébként mondja is, ugye, hogy volt az a híres mondás, ugye, amikor azt mondja, hogy találkozunk New Yorkban, vagy találkozunk a te hazádban, tehát hogy nekik ez egyébként célkitűzés, hogy már nem valahol egy tőlünk távol eső országban harcolnak, és követnek el terrorcselekményeket, hanem mindenkinek ott, ahol a legfájóbb és a legérzékenyebb, vagyis a saját országában. Így van. Azt nem értem, ugye? Egy mondat, ne haragudj, ő ezt meg tudja tenni azért, igen, mert Európa minden országából harcolnak náló emberek. Tehát neki nem probléma olyat oda küldeni, aki tökéletesen tud franciául, ott szocializálódott, stb., vagy németül, vagy bárhol, mert ilyen emberei vannak, új helyzet van, bocsánat, te jössz, mondd. A kérdések annyi volt, hogy azokat az embereket, akik visszatérnek, és nyilván tudják, hogy az iszlám állam területén harcoltak, vagy ott kaptak kiképzést, és nyilván azzal a céllal jönnek vissza Európába, hogy előbb-utóbb terrorcselekményt kövessenek el, ezeket nem hatástalanítják, nem követik, erre nincs egy infrastruktúrális kiépítettség, hogy ezeket az embereket megfigyeljék. Tehát visszajön itt érdekel, lehet, hogy csak bemegy egy boldog, vesz egy fegyvert és lelő öt embert. Ez annyira hihetetlen. Hogy igazad van és nincs. Miben van igazad? Hogy így van. Mi az, ami nem így van? Hogy ő nem Irakba megy harcolni, ő vesz egy repülőjegyet, vagy elmegy Törökországba szabadsággal, és átviszik a török-iraki határon, és ettől kezdve szinte lehetetlen követni. A másik probléma, ezen emberek egy részét az iszlám állam kivégzi, mert nem ezt a lovat akarták. Egy részük hazajön, hogy csalódott. Na most tessék megmondani, aki azt mondja, hogy csalódott, az tényleg csalódott-e, vagy pedig hülyére veszi az illető ország államigazgatási szerveit, többek közt a titkosszolgálatot. Tehát még egyszer, új feladatok vannak. Olyan titkosszolgálati együttműködés kezdődött el Európában, ami korábban nem volt. De nem tudott kiszűrni azt, ha hazajön például ezek két testvér. Én mégis visszamegyek ahhoz, amit mondtam 3-4 perce. Tessék mondani, Szíriában kitől kapták a kiképzést? Ha nehogy úristen olyan csoportoktól, akik terroristák, de korábban mi támogattuk őket, azzal felerősítjük Assad pozícióit. Tehát ennek a félmondatnak, hogy ők Szíriában kaptak kiképzést, elképesztő nemzetközi jelentősége lesz. Ma még nem. Majd, amikor erre ráharap a világsajtó, és ráharap a politika. De azt most lehet tudni, hogy az elkövetőknek, azt tudjuk már, hogy volt a kiképzés, de hogy most konkrétan a tegnapi merénylethez úgy van-e közük, hogy az iszlám államon keresztül? Vagy ők kaptak-e az iszlám államtól erre biztatást, megbízást, bármit? Ez egy hihetetlen jó kérdés. A válaszom. A Fehérház közzétette, hogy ez a két ember az iszlám állam tagja. A francia titkosszolgálat közzétette, hogy ez a két ember az Al-Qaida tagja. Máshogy fogalmazva, mindenki tapogatózik a sötétbe, nyilván valahova tartoztak, hát valahonnan kapták a kalasnyikovokat, stb., de jelenleg feltételezések vannak, és a titkosszolgálatok dolga az, hogy elemezzenek, és ne a feltételezésből induljanak. És ilyenkor egyébként olyan nyilatkozatok nem jelennek meg, vagy nem jelentek meg a francia sajtó, francia politikusoktól, hogy nyilván nem lehet semmilyen szinten ezt a dolgot elfogadni. De az, hogy tulajdonképpen Franciaországnak is felül kell bírálni mondjuk a saját bevándorlási politikáját, és emberségesebben bánni a bevándorlókkal, mert azért ez mindig egy jelzés ugyanakkor, és soha nem lehet cél, hogy ártatlanok halljanak meg, és ez mindig egy nagyon szomorú dolog. De hogyha mondjuk itt kikerül a képből mondjuk az Al-Qaida, akit egyből kikiáltanak mindig, hogy biztos az Al-Qaida, akkor ilyenkor nincs egyfajta elgondolkodás, hogy máshogy kellene a bevándorlókkal bánni, hiszen azért Franciaországban pont ugye tudjuk, hogy hány fajta ilyen típusú lázadás, lázongás történt az elmúlt 5-10 évben, ami többek között a francia bevándorlási politikának is köszönhető, meg ahogy bánnak velük. Erre én egy nagyon szemét választ adok. Egy, sajnos igazatok van. Kettő, Franciaországban jelenleg a muzulmánok aránya 8%, de néhány városban 30-40%. Három, amikor az első bevándorlók jöttek, 50-es évek, szükség volt rájuk, integrálódtak, egyedül jöttek, fiatalok voltak, szakmát tanultak és nyelvet. Ma nem. Ma a migránsok harmadik, negyedik hulláma jön családostól, migránsok körébe él, hosszú évek után sem tanul meg angolul, franciául, németül, attól függ, hogy hova megy, nem tud és nem akar integrálódni. Ebből számomra az következik, hogy az európai politikának el kéne dönteni, hogy mit kezdjek a migránsokkal. Mindaddig, amíg papíron van az Európai Uniónak migrációs politikája, a valóságban a 28 ország határozza meg a saját migrációs politikáját, ez életveszélyes. Elnézést, egy nappal a merénylet előtt ment el Merkel Londonba, akkor még senki nem tudta, hogy ez lesz. És három témája volt a Kamerunnal folyó tárgyalásnak. Az egyik a migránsok kérdése. Már a britek felvetették, hogy nem hajlandók több migránst fogadni az Európai Unión kívülről és az Európai Unión belülről. Tehát máshogy fogalmazva, szörnyű dolog az, hogy hánykodik egy hajó partra szárajta X ember,
ember Olaszországba, de csak tavaly 200 ezer ember kért menekül státusz Németországba. Európa ezeket a képzetlen menekülteket nem tudja felfogadni, nincs rá szüksége, tehát máshogy fogalmazva, itt a legutolsó határidő, hogy Európa kialakítson végre egy saját migrációs politikát, amíg nem késő. Ennek a merényletnek a hatására, és erről mi soha nem beszélünk, nő az ellentét Európában a fehérek és az iszlám közt. A merénylet előtt egy nappal az Erdogan már közé tette, hogy a Pegida párt tüntetésén, mozgalom tüntetésén Németországban iszlám ellenes állásfoglalás volt. Nem igaz, nem ez történt, de már a hivatalos török politika így reagált. Tehát elkezdődtek a falak épülni a két világvallás közt. Ez senkinek nem a célja, de Európának meg kell oldani a problémáit. Igen, furcsa ez a dolog, szóval, hogy visszatérve a rajzokra, igen, nem lehet jogos, hogy ártatlanok halljanak meg, hogy újságírók, hogy, hogy civilek. Nem merem mondani, én nem tudom eldönteni, szerintem óriási felelőtlenség volt ezeket a rajzokat. Na, erre akarok kiukadni, hogy ez véletlenül is arról szól a következő pár mondat, ne értse senki félre, hogy Jézusom, aki ilyet tesz, az megérdemli. Nem erről beszélek, csak én azt gondolom, hogy a liberális gondolkodásnak is talán vannak határai, tehát ha valaki más sért vallásában, meggyőződésében egy bizonyos dolog, amit a liberalizmus azért kimond, és az másokat sérthet tényleg, mondjuk tényleg meggyőződésében, vallásában, akkor nem teszem meg, mert tudok annyira liberálisan gondolkodni. Tehát annyi forrongás, annyi feszültség van a világban, hogy ezek a rajzok azon kívül, hogy valaki kettőt nevet rajta, egyébként mit szolgálnak, nem tudom megérteni. És nyilván azt is tudom, hogy a franciák, és pontosan ez a szatirikus hetilap azt mondja, hogy az az igazi szólásszabadság, és az a vallásszabadság, és az a normális ország, ahol ezeket le lehet rajzolni. De közben szerintem ez sokkal árnyaltabb. Annyi mindenről lehet rajzolni, annyi mindent lehet lerajzolni, annyi humorfaktor van az országban, ha valakit ez a vallásában, meggyőződésében bánt, ráadásul egy ilyen sokszor radikálisan gondolkozó kisebbséget, mint mondjuk az iszlám terroristák, szerintem olaj a tűzre. És annyi, a humornak érte. Annyi forrása van, hogy erre miért egyet van érte. Szükség 10-12 éven keresztül ezeket az embereket egyébként hergelni. Igen. Nem ez az igazi sajtószabadság szerintem. Egyetértek, még egy mondat. Nyilván ők máshogy látják, egyet. És más mondanak. Mindenki azt gondol, amit akar, de 2005-ben, amikor egy dán lapban megjelentek a Mohamed karikatúrák, jó pár arab ország fölmondta Dániával a kereskedelmi kapcsolatait. Tehát nem néhány radikális ember tiltakozott, hanem államok. Tehát el kell gondolkodni azon, hogy ténylegesen célszerű a másik felet provokálni. Igen, szerintem ugyanakkor azért nem. Sem szabad elfejteni, hogyha például igen, keresztény embereket provokálnak, talán nem lépnek ilyen radikálisan. Tehát ugye itt is van meggyőződés és gondolkodásbeli különbség, hogy ismerni kéne annyira azokat a radikális csoportokat, vagy magukat iszlámnak mondani, egyébként nyilván nem az igazi iszlám vallást követő fanatikusokat, hogy nem kell őket hergelni. Mi nem reagálunk erre így, ennek van egy történelmi múltja, van 2000 éves hagyománya, hogy miért nem. Ők viszont igen, akkor miért is? Bebizonyítom a sajtószabadságot, hogy már pedig megtehetem, mert annyira szabad vagyok, szóval ezt megtehetem, mert provokálok, és mondok még valamit, ami szörnyű. Itt van az iszlám állam egész problematikája. Hát nem lépünk föl ellene. Hát elnézést, az, hogy bombázzuk őket, semmit nem oldunk meg, ez is olaj a tűzre. Szét kellene verni az iszlám állam szélsőséges csapatait. Senki nem hajlandó oda menni, mert nem akarjuk azt, hogy a idézőjelbe a fiúkat hullazsákokba hozzák vissza. A törökök nem hajlandók lépni, Iránt nem engedjük lépni, tehát elképesztő helyzetek vannak. Én azért mondtam, hogy ez a merénylet most egy jéghegy csúcsa. Persze, elítéljük mocskos gyilkosok, de amikor túl leszünk ezen, akkor elemezni kell. Jelenleg nincs elemzés. Az első 24 óra soha a történelemben nem az elemzésről szól, de ha ezen túl leszünk, egy nagyon hülye példa, amerikai-orosz ellentét. Mit csináltak az amerikaiak? Két napra fölkérték a Kissingert, 90 éves, 90-valahány, hogy próbáljon meg közvetíteni. Tehát amikor túl vagyunk az első dühön, akkor meg kellene nézni, hogy az a francia politika, amit Líbia, Mali, Szíria kapcsán csinált, az mennyire provokál, mennyire szolgálja a valós francia nemzeti érdeket. De ezek életveszélyes kérdések, mert rengeteg ember fog tiltakozni. Igen. Így van. Közben jönnek a hírek, megdöbbentő, de hogy ugye megint lövöldözés volt Párizsban ma reggel. Így van. Tehát, hogy két rendőr előttek egy Renault Clio-ból a francia fővárosban, ez már ma reggel történt. Tehát nem így tudják, van. Hogy van-e kapcsolat, de hogy lehet, hogy a dolog folytatódik. A francia rendőrség azt mondta, hogy nincs kapcsolat, de még egyszer az első fél órában mindenki tapogatózik. És mindenki elmondja a véleményét, amit a világ sajtó fölkap. És egyszer el kellene dönteni, hogy mi Európa valós érdeke a migránsokkal. Mi a célom?
Erre azt mondta 10 évvel ezelőtt a német szociáldemokrata mozgalom akkor egyik vezetője, hogy az jöjjön ide, aki fiatal, nyelvet tud és informatikus. De azt mondta, hogy erre a saját hazájába szükség van, a többiek pedig ne jöjjenek. Az illetőt minden pozíciójából kirúgták, az illető nagyon beteg lett, majd 10 év után közölték, hogy hát igaza volt. Tehát ezek nagyon nehéz kérdések, mert aki megelőzi korát, az szembe kerül a saját korával. De jelenleg nem szabad kimondani bármit, mert ez egy szörnyű büntet. De amikor ezen túl vagyunk, és eltemettük az áldozatokat, akkor azért el kell gondolkodni azon, hogy mit kell tennem azért, hogy a két kultúrát ne taszítsam egymástól, és mik az európai célok, nem a nemzeti célok, az európai célok. Hát igen, de ez csak 20 távon fog kiderülni, hogy vajon melyik az a politika, ami üdvözít ebből a szempontból, mondjuk Németországi, akik ugye az el- és befogadást támogatják, ugye Merkelnek ez az álláspontja ebben a dologban, vagy pedig Nagy-Britanniai, akik elutasítják. Igen, csak erre egy mondat, ez igaz, de már a németek is eljutottak oda, hogy levitték 3 hónapra a határidőt, és aki olyan országból jön, ahol nincs veszélyeztetve, kitoloncolják. Tehát a német politika is változott, csak nem veri nagy dobra. Érdekes összefüggéseken ezek, nyilván mindenkinek meg van a vélemény, és nehéz is igazságot tenni, mindenki saját meggyőződésből, hitrendszerből beszél, de érdekes, hát még nyilván nagyon szomorú, ugye, a tegnapi esemény. Nagyon szépen köszönjük, ha vannak fejlemények, lehet, hogy holnap után még megcsörögnénk, természetesen úgy, jó, hogy Anna lehet, hív. Csak Anna, persze. Sőt, Anna, mi nem is kérdezünk, az lesz, hogy az Anna beül, és leírjuk a kérdéseket, és ő teszi fel, igen. Jó? Annát megkapod előételként, és aztán jövünk mi, jó? Ha lehetne, gyertek. Nógrádi Györgynek köszönjük szépen, biztonságpolitikai szakértőnek köszönjük. Jókat mond egyébként, nagyon nem? Jókat. És kimond olyan dolgokat, amit talán mások nem biztos, hogy kimernek mondhatni, vagy titulusoknak köszönhetően egyébként kimondhatnak, de fontos dolgokat mondott, hogy persze ilyen a sajtószabadság, meg a liberalizmus, meg csak mindenki azt mond, azt rajzol, azt csinál, amit akar, csak nem biztos, hogy ez a jó formája. Egyébként. És ráadásul nem úgy, hogy azokon ütnek egy nagyot, akik az egészről nem tehetnek semmit. Tehát, hogy Mohamed profitát bántani azért, mert hogy ilyen emberek vannak a világban, akik ráhivatkozó terrorcselekményeket követnek el, hát az ennyi szóval sem. Igen, nagyon most dolog. Tehát ezek a videók, amik fönt vannak, elképesztő. 3-10 múlt, vagy pontosabban lesz 2 perc múlva, néhány másodperc után jövünk a nap legjobb pillanataival. Morning Show! Klassz FM-en. 3-4-10 van, pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Ugye házi praktikákról beszélgettünk, és arról, hogy ki hogy gyógyítja saját magát, illetve minden családban van az a bizonyos nagy gyógyító, egy nagyi, egy nagypapa, egy apa, egy anya, mit tud, mire mi a jó. Erre most egy kicsit kapar a torkom, úgyhogy meg is rendeltem most a 30 kilós vödrös zsírt, mert hogy nagyon megtanácsolta, hogy be kell kenni a mellkasunkat estére. Majd meglátod, holnapra kutyabaja. Istenem, már alig még vár. Az van, hogy a macska szőrrel egy kicsit itt hátulról is megnyomkodod, akkor az még jobb lesz, akkor gyorsabb. Én leszek ez a nagypapa. Hát ez simán. Ugye? Abszolút. Hát van is ugye hagyományan állatok, hogy szalonnazsírral kenegetitek egymást. Van is hozzá szalonnánk, van is az nagyon fontos. Megvan. Ugye? Egyébként egy csomó népi hagyomány nyilván működik. Ugye abból indultunk ki, hogy egy apa egy golflabdával verte, vagy húzta ki a fiának a fogát, rákötött egy madzagot, elütötte a golflabdát, kirántotta. Apa volt a nagy gyógyító. Hallgatóinkat kértük, hogy írják meg a családjukban, ki a nagy gyógyító. Erről beszélgettünk, valamint vendégünk volt, ami Gáborunk. Hát, Feri. Szegénykém kicsit Mr. mindig ízad a rovad alatt, igen. Én nem, ő tőlem. Ő tőled egyébként, igen. Aki elmondta, hogy januárban miért nem jó a fogyókúra, hagyni kell a testet raktározni, de milyen ételekkel tudunk egy picit könnyíteni a szervezetünkön. Egyébként jókat mondott Gábor, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. A Klassz FM-en. 6 perc van, pontosan 10 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hú, gyerekek, nagyon sok hozzászólás Nógrádi Györgyhöz. Hát átmehetnénk egy teljesen más típusú műsorba egyébként, de mindenki igen. Itt aztán a bevándorlási politikától kezdve a nyugati politikusokon keresztül Amerikai Egyesült Államok, hiszen mindenki oszt mindenkit. De mindenkinek megvan erről a saját véleménye. Milyen érdekes, nem? Hát meg is kell, hogy legyen, hát azért ez szörnyű, ami történt. De pont erről beszélgettünk mi is egyébként, hogy alapjából sose fogjuk megtudni az eredetet valószínű, de hogy minden egy hatalmas nagy félreértelmezésből keletkezik. Nem? Az emberi bánásmódból nyilván meg, hát itt voltak azért ezek a nagy tanítók, Krisztus, Buddha, Jézus, és aztán egy totális félreértelmezés alapján az ember ezt leképezte magának, és azt mondta, hogy vagy beállsz közénk, vagy véged van. Nem, ha velünk vagy, ha nem vagy velünk, akkor. És félreértelmezik. Tehát a keresztények ugyanígy, ezek a keresztes háborúkat, nem szóltak másról ezek sem. És nem feltétlenül voltak szélsőségesek, de ők is ugye egy olyan emberre hivatkoztak, illetve hát az Isten fiára, akinek gyakorlatilag az egész élete arról szólt, hogy azt
példázta, hogy fogadd el a szenvedést, és hogy azért jött ide a földre, hogy megváltsa az embereket a saját szenvedéssel a bűneikért. Igen, érdekes, érdekes. Csabikám, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Nekem erről Tibi atya jut eszembe, aki megmondta, hogy a családban mindig a családi vita alkalmában mindig annak van igaza, aki hangosabban kiabál. Hát igen, csak ma már, igen, nem. Ez ugyanez tulajdonképpen. Nem akarsz áttérni, nem úgy gondolkodsz, hogy én akkor majd én megmutatom neked, hogy hol lakik a jóisten. Igen. Érdekes, érdekes SMS-ek jönnek. Hívjuk a naphallgatóját. Morning show. Az bizony, jó reggel. Jó reggel. Sanyi vagyok, 16 áron. Hello, Sanyi. Igen, Sándor. Sándor, hello. Írtad hello. Nekünk, ugye beszélgettünk arról, hogy a mi Gáborunk valamikor súlyemelő, vagy súlylökő volt, ezt többen igen, szkeptikusan igen. fogadták, te azt mondtad, hogy és a Gábor melyik súlycsoportban volt, zappehely súlyban. Ez nekünk nagyon tetszett, és ezzel te lettél. Ó, köszönöm szépen. A nap hallgatója. Köszönöm, köszönöm szépen, örülök neki. Hol hallgatsz minket? Nem hallottam. Tiszaapár, Madik Kft. Ott, ott, jól van. Küldjük neked. Jó az ajándékcsomag. Köszönöm szépen. Köszi. Köszönöm. Ciao. Hello. Sziasztok. Hello. Hello, hello. Na, Csabikám, mi újság van? Azt hittem felteszed a kérdést. Azt is, persze, meg hogy edzettél-e, futsz-e, hogy van a hátad, mi van? Tényleg, mi van a sporta? Futni nem futok, viszont kardiózni járok. Most már levezetett a pályafutásodat? Nem, hát el vagyok. Tudod, hogy annyival kell levezetni, mint amennyi ideig tartott a pályafutásod, tehát most legalább 3-4 évig kell. Épp ezért minden reggel 3-4-6-kor kelek, hallgatlak titeket már 3-4-6-tól, és elmegyek 6-tól egy olyan 4-8-ig kardiózok. Ami jóval hosszabb idő, mint amit futottam, mert ugye a futás az nekem csak fél óra volt minden reggel, és hát ezt csinálom ma reggel is, ezt végeztem. Ez egy csoda, fiú, nézd meg, rögtön talált magának. Ez a te rágód, meg tényleg megette, ez készen van. Bekaptad a rágóját. Hát megtiszteltetés a részemről, hát egy ekkora komolyan mondom. De az a jó, hogy előtte ettem egy rántott húst, és az húzta ki ez a rágó fogam közül a rántott hús darabokat. Úgyhogy egészségedre. Ez készen van. Remek zenét, Csabikám? Ella Hendersont hozom, tudom, hogy ezzel most megint összefoglak titeket zavarni, mert Ella már volt a héten, de ő Ella Airi volt. Azt akkor ennyien vannak Ella. És van még az Ellie Goulding is, de ez is egy más. Tehát, hogy Ella Henderson, akinek a Ghost című dalát játszottuk ugye korábban nagy sikerrel, és az érdekes, hogy ma már nem nagyon vannak lassú blokkok például a diszkókban, meg a lassú számok valahogy nem annyira népszerűek. Ő pedig egy ilyen szép lassú dallal jött, és nem a remix, tehát ha van lassú dal, akkor azt is mindig valaki remixel, és akkor úgy játsszák a rádiók. Mi az eredetit játsszuk, az a címe, hogy Yours, és gyönyörű szép lassú. De bátor! És Stinget lehet kérni, Csabi? Így van, vagy egy Pamela Henderson. Mennyi haza, aztán kéri anyától, szerintem ez a mondat. Igen, persze. Ebben a percében minden benne volt, kérni, igen. Mindig, bárhol, bármit lehet. Jó, mit kapsz, az más kérdés. Akkor szóljál, Sting van. Jó van, 2 perc, pontosan 10 óra. Csabi jön a kívánságműsorral, 555-55-00. Ez Csabi telefonszáma. Rágomat visszaadod? Jó, persze. Kérni. Még rágomat, csak kettő. Jövünk holnap 6 órakor. Szép napot, szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! És uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.